folyamatos tiltásoknak vagyok így is kitéve. Csoda, hogy egyáltalán megműködik ez az oldal. Azt szeretném megmutatni, hogy hogy készítem a... Mi most tényleg füves csokit csinálunk? Ezek gyógyászati célú csokoládék. Ez a magyarországi jogszabályoknak teljesen megfelel, ezt mindenféleképpen el kell, hogy mondjam. Ettől nem fog senki beállni. Amnézia, az pont a kedvencem amúgy. Nem hatóanyagokat vontak ki, tehát ez nem kanabisz hatóanyag, hanem ez kanabisz illatanyag. Folyamatosan harcolsz. Mert tehát több százezer olyan ember van, akiknek az életminősége javítana, nemes egyszerűséggel visszaadná az egyszerű kis életüket. Két évvel ezelőtt tüdőrákot diagnosztizáltak nálam csontátétekkel. Azt mondták, hogy valószínű heteim vannak hátra az orvostudomány által nincs rá gyógymód. A nyugati orvoslás már annyival előre haladottabb. Orvosok írják fel, ez egy olyan termék, ami 250 mg THC-t tartalmaz, egy hatósági igazolást is beszerezned, hogy te ezt birtokolhatod, ez nálad van, te ezt használod, ezt jól tudom? Így van. Így van, tehát mint láthatjuk, hogy egy komoly intézményrendszer van a kanabisszal való gyógyítás mögött már nyugaton. Oké, akkor újra. Tüdőrákod volt. Igen. Tiszta a tüdőd. Igen. Jól mondom? Jó. Kimutatta az MR vizsgálat, hogy a fehér állományában nagy kiterjedésű elhalt rész van, és homloklebenyi ciszták vannak a kis fejében. Felkerestem, hogy nem tudna segíteni, mert nagyon sokat olvastam utána, hogy esetleg neurológiai hatása lehet egy ilyen dolognak, és nyilván minden anya, minden kapaszkodót meg fogok próbálni, hogy a gyerekem normális életet éljessen. Mindjárt a 10. napon óriási változás volt. Mara, megmutatod, szépen. Hogy kell felállni? Van kedved? De jó, figyelj! Hát mennyire ügyes! Azta! És igen! Nem mondhatom azt, hogy CBD-t adok a gyereknek, és ezt csinálom, meg azt csinálom, mert ez egy jelenleg egy olyan dolog, amit jobb inkább nem is mondani, addig biztos az ember abban, hogy nála van a gyerek, és mondjuk akár ha tetszik, hanem nem veszik el. Azt kívánom, hogy senki ne kerüljön ilyen helyzetbe, de értse meg azt, hogy egy pillanatig gondoljon bele, hogy ha a te gyereked lenne, mit tennél meg érte? Amikor kimondod a szót, hogy minden, ez pontosan úgy hozzátartozik. Bekerült az Európai Gyógyszerkönyvbe a kanabisz virágzata az összes létező hatóanyagával egy cikket kapott a kanabisz. Ez amúgy azért érdekes, mert az összes tagállamra kiterjedt, tehát innentől kezdve a 2024-es magyar gyógyszerkönyvben is ott kell szerepelni a THC-nek, mint gyógyászati molekulának, illetve hatóanyagnak. Az Európai Unió kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen, amit a magyar kormány szintén nem közöl. Kétszeri felszólítás után sem tudott a magyar kormány érdemlegest választ adni, hogy miért nem legalizálja a gyógyászati részét a magyar betegeknek, ezért most az Európai Bíróság előtt kell felelnie. Ez a gyakorlatban úgy fog kinézni, hogy azoknak a betegeknek az adójából fogják kifizettetni azt a büntetést, amit kapnak, vagy kap a kormány, akiket megfosztanak ezektől a hatóanyagoktól. A folkunkban bent van, nem? Tehát a kender szakálkender, a kender takaró, a kender, a kender kender, és akkor ezt így félretesszük, hogy nehogy már jó legyen. Neked is volt közöd a CBD-hez, miért? És leginkább, hogy még van is, hála jó égnek. Diagnosztizáltak egy autoimmun betegséget, ami egy ilyen állandó gyulladást okozott a szervezetben, és mindig máshol jelent meg. Ha lett volna rajtam egy ilyen óra, ami a fájdalom küszöböt piros sávba mutatja, az folyamatos pirosba lett volna hosszú-hosszú éveken át. Egy éjszaka volt, hogy befulladtam, tehát nem tudtam levegőt venni, nem tudtam fölállni, berogytak a lábaim. És ennek van azért egy lelki oldal is, amit az ember visz magával. Nagyon sokáig szégyeltem például, hogy van ez a valami, amit nem is tudtam, hogy mi. De ugye ezt meg felismeri a szervezeted egyből, mert hogy nem egy genetika idegen anyagról van szó. Most már hiszek abban, hogy ez jót tesz, mert nem tudok másba hinni, mint az, hogy amit én átéreztem és tapasztaltam. Nem egy kemikália, egy mellékhatásokkal teleírt kézikönyves valami. Ez mindenképpen egy szimpatikusabb dolog volt, mint amikor tudom azt, hogy ezt ha beveszem, akkor baromi jó leszek, de a mellékvesém az éppen most nyakazódik le, érte. És hosszú távon gondolkodva, most már közben idővel apaként azt gondolom, hogy ennek van is értelme így tovább vinni. Volt neki egy nagyon komoly tumoros megbetegedése. Többfajta gyógyszert kipróbáltunk, és sajnos már semmire
semmi nem hatott, mindig kiújult a betegsége. Mondták, hogy levehetjük a daganatot, de valószínű ki fog újulni megint. 2 helyett 3 lett, majd egyre nagyobb, agresszívabban nőttek. Egy olyan CBD olajat próbáltunk meg, ami azóta már megkapta az állatgyógyászati gyógyszerbesorolást. Mikor elkezdtük neki adni, akkor hát 3-4 nagyobb daganat volt rajta. Igazából mindegyik eltűnt, mert hát fél éve, 6-7 hónapja a tünetmentes. Mint egy családtag, együtt él velünk. Hogyha az állatgyógyászatban elismerjük a kendernek, illetve a kanabisznak a hatóanyagait, akkor az embergyógyászatban miért nem? Kender virágzatot, azt nehezen tudok mutatni. Mutatnék, illetve neked is inkább egy ilyet. Akik Magyarországon először megpróbáltak CBD-s virágzatot értékesíteni. Hát a bolt az, ha jól tudom, 15 percig volt nyitva, mindenkit letartóztattak, aki bent volt a boltban, aki a környéken volt, aki addig vásárolt, mindenkit. Úgy gondolom, hogy mindenki megérdemli azt, hogy tovább élhessen. Sziasztok! Itt vagyunk. Megjöttünk. Kétszer hallunk. Legyen egy mikrofon középen, ja. Így jó lesz? Hallatok? Most rosszabb, azt mondják. Mi a szitu? Na, jól vagyok, örülök, hogy itt lehetek veled, és végre összetudtuk hozni ezt a kis beszélgetős podcast type, videónézős stream. Hozott Józsi több videót is, amúgy Márkus József, fű de jó. Sziasztok! Fű de Józsi, legjobb név. Itt a várakozás alatt láthattatok több videót, ezt az elmúlt időkből szedtem össze, hogy lássátok, hogy nem egy idióta drogos vagyok, aki idejön, aztán a kanabiszról kezd el pofázni, hogy hú, de jó lesz, hogyha mindenki kanabisz használ, mert ez nem így van. Talán majd később erről is fogunk beszélni. Igazából én hivatásos sportoló vagyok, profi sportedző, egy amerikai cégnek dolgozom, kivásároltak a norvég cégtől. Hoztam is az elmúlt 2 évemből egy-két kis szösszenetet, amit esetleg meg is tudunk mutatni, hogy a viharban. Igazából semmi ördöngösség nincs. A Sled Dogs cégnek igazából a hókorcsolyát Magyarországon nem sokan ismerik. Ez egy új extrém sport, egy téli extrém sport. Aztán itt láthattok pár képsort, ahogy a Red Bullosok meghívtak magukhoz, ugyanis Red Bull szponzorációval sportolhattam volna, azért ezt nem sok magyar extrém sportoló tudja elmondani. Hát láttátok, hogy a pályán is úgy annyira van összeillesz, hogyha kimész a szélére, akkor meghalsz. Hát nem tudom, kevesen azért vannak Magyarországon, akik ilyen szinten korcsolyáznak extrém sportba. Aztán meghívást kaptam ugye Red Bull Ice Cross-ra, kaptam volna teljes szponzorációt, viszont azzal a feltétellel, hogy akkor nem, itt állítsuk meg egy picit. Hopp. Jaj, bocsánat. 2 métert mennék amúgy ezzel, csak mondom, szerintem. Ja, hát igen. Red Bull szponzorációt kaptam volna, csak akkor nem öltözhettem volna be más logóba, tehát kizárólagossági Red Bull szponzorációval meg nem akartam sportolni, ugyanis akkor már a kanabiszos cégekkel együtt dolgoztam, és nem akartam ezt a munkámat alább hagyni. Aztán az amerikaiak megnyertek maguknak, mint korcsolyás. Én eredendően gyors korcsolyás voltam, csak kanabisz használat miatt válogatottnak annyit kellett, vagy hát búcsút kellett intenem sajnos. Ugrok nagyot az időbe, most egy amerikai sportgyártó cégnek a gyári csapatában tesztelem azt a terméket, ami jelen pillanatban a leggyorsabban növekedő téli sport, most már több ezer ilyen hókorcsolyás van a világon. Az első ODR-s videómat hoztam el, amit, hogyha esetleg elindítasz, akkor meg is mutatnám, hogy milyen szinten sportolok. Ez nagyon menő. Hát ezek ilyen könnyed kis felvételek majd a következőbe. Amúgy tényleg az én feladatom ebbe a cégbe, hogy magát a terméket teszteljem. Amit most láttok a lábamon, az már egy fehér korcsolya, ez már egy teljesen új prototípus. Itt már figyelembe vették azokat az instrukciókat, amiket én tapasztaltam korcsolyázás közben. Hókorcsolyam, igen. Elmondom. A talpán megy. A talpán igen, van a talpán egy ilyen... meg. Ugyanúgy tudok korcsolyázni vele a havon, mint aszfalton, jégen, vagy bárhol. Ezek az új prototípusok már nagyon-nagyon profin vannak kialakítva. Mindjárt lestoppolom egy olyan résznél, ahol látható, hogy miről beszélek. Amikor ezt a felvételt, ez a leges-legelső korcsolyázásom ezzel a felvétellel, amikor
felvettem az új prototípust, és ezt elő tudtam adni, de csak hogy értsétek, aki ért a korcsolyához, az látja, hogy az alátámasztási ponton kívülre esik a súlypontom. Ezt hókorcsolyával eddig még senki nem tudta megcsinálni a világon. Amúgy, ha mutogatsz, akkor inkább az egérrel, mert azt látják. Á, oké. Jó, elassan belejövök. Szóval akkor egy kis sportoktatás. Itt van az alátámasztási pont, nyilván ahol a korcsolya a talajhoz ér. Elméletileg ugye amikor álltok, akkor a súlypont az alátámasztási pont fölött van. Most ha jól megnézitek, nekem a súlypontom teljesen kiesik, és ezt hókorcsolyával eddig még senki nem tudta megcsinálni a világon. Elég magas szinten sportolok, ez csak azért szeretném megmutatni nektek, illetve azért gondoltam, hogy lássátok, mert tényleg nekem a sport a fő szakterületem, mellette pedig a cannabis lett a másik. Hála Isten a kettőnek van egy nagyon erős kapcsolata, úgyhogy a sport és a cannabis a szakterületem. Azért majd most itt látni fogjátok. Ez a legelső siklásom, sajnos az idei szezon egy műtét miatt nem tartott sokáig. Itt megyek körülbelül 70-80-90 km/h, és ott van egy terepkorcsolya, ami lesz a legújabb hobbim, illetve azt hittem, hogy ha már tudok korcsolyázni terepen, vagy havon, aszfalton és ségen, akkor majd... Akkor majd terepen is fogok tudni. Hát sajnos annak az lett a vége, hogy az első próbálkozásomnál elrecsent a bal kezem, meg két fogamat kiköptem, úgyhogy a terepkorcsolyát azt szerintem ennyibe fogom hajni. Hát nem is nézett ki olyan biztonságosnak amúgy. Nem, úgyhogy bocs, hogy ezzel húztam az időtöket, nyilván a mai témánk a cannabis lesz. Nagyon-nagyon régóta foglalkoztat a téma, említettem, hogy kiraktak a gyorskorcsolya válogatottból, beárnyékolta a gyorskorcsolyás múltamat a cannabis fogyasztás miatti rendőrségi eljárás. Ekkor voltam épp, hogy 15 éves, ez 2002-ben volt, tehát a cannabisszal nagyon régóta érintkezem, itt viszont szeretném megragadni az alkalmat, hiszen tudom, hogy, vagy hát gyanítom, hogy a te nézőid azok inkább fiatalkorúak, illetve... Vannak. Ezt mindenképpen szeretném nektek elmondani, hogy sok olyan dologról lesz szó, ami a cannabiszt teljesen pozitív fényben fogja feltüntetni, viszont azt el kell mondanom, hogy 18 év alattiak ne is gondolkozzatok abba, hogy cannabiszt fogtok szívni. Az alkohol még károsabb, most erre nem fogok kitérni, de 18 év alatt bele tud rondítani az érzelmi fejlődésbe, a pszichés fejlődésbe, a szociális dolgokba, úgyhogy 18 év alattiak egyáltalán ne is gondolkozzanak abból, hogy cannabis szívnak. Viszont CBD-t fogyaszthatnak. CBD-t fogyaszthatnak, itt etikai dolgot csinálunk Magyarországon a 18 év alattiak CBD fogyasztásából, ez megint a körülményeket tekintve, a hazai körülményeket tekintve. Csak azokban az esetekben ajánlok CBD-t én is 18 év alatt, amikor az egészségügyileg annyira indokolt, hogy nem azt mondom, hogy majdnem mindegy, de kell egy olyan betegség, vagy bármilyen olyan egészségügyi probléma, amiért javaslom maximum, de általános egészségfejlesztésre, immunerősítésre 18 év alatt nem szoktam, csak ha valaki sportoló, leginkább sportoló. Úgyhogy, ha már itt ennél tartunk, akkor azok, akik pánikra hajlamosak, azok sem fogyasszanak cannabiszt, azt az ember érzi magát, hogy ki az, aki be tud pánikolni, szorongós. Meg ki az, aki nem, így van. A szorongás egy picit más, de ők se fogyasszanak magas THC tartalmú terméket soha semmilyen körülmények között, ugyanis elő fogja idézni a pánikrohamot, ez biztos. Aztán a lappangos skizofrénia, ez az, amit senki nem tud magáról, tehát hogy nem tudod, hogy lappang-e benned a skizofrénia. Ugye sok minden genetikailag kódolva van az emberbe, ami majd idővel, illetve az életmód elemeknek a hatására vagy előjön, vagy nem, de genetikailag kódolva van nagyon sok minden bennünk. Na, a skizofrénia egy ilyen, ha valakiben van egy lappangos skizofrénia és rágyújt egy jointra, akkor azt így elő is hozta, úgyhogy ha mégis azon gondolkoztok, hogy 18 év alattiak elszívnátok egy jointot, vagy bármilyen utómódon THC-t vinnétek be a szervezetetekbe, akkor mindig legyen a kezeteknél CBD, ugyanis ha valaki nagyon túltolja a THC-t, akkor a CBD az a molekula, és ez tök érdekes, hiszen mind a kettő ugyanannak a növénynek. Igen, teljesen tökéletes
ellentétes hatásmechanizmussal rendelkezik ez a két molekula, úgyhogy ha valaki túlszívja magát, tehát túladagolja a THC-t, amiben amúgy nem lehet meghalni, tehát lehetetlen a THC-t úgy túladagolni, hogy abba bárki belehaljon, nyilván az alkoholnál tudjuk, hogy évente azért jó páran így járnak, mindig legyen nálatok CBD, hogy ne adj Isten, valaki a társaságban rosszul lesz, hányik, halucinál, stb., akkor CBD-t csepegtetve ezeket a hatásokat nagyon gyorsan tudjátok normális állapotra visszahozni. Amúgy azért már most már írnak témákat is, nem tudom, hogy ezekre most válaszoljunk, vagy így olvassad a csetet, meg... Nem tudok, te, vagy nem mondom, később legyen valamilyen rész, ennyire, beszélgetős rész. Nem tudok ennyi mindenre elmondjuk figyelni. Először, amiket így alapból gondoltunk, meg végignézzük a videókat, és akkor a végén... THC-t. Ja, nem, azt kérdezte. HHC. Figyelj, az izélyre kérdezi amúgy a kanabiszos vépekről kérdezett, és valaki írt neki, hogy van HHC-s, de ne olyat. HHC és vépek azok... Ezek az új felszintetikus kanabinoidok. Ezeket növényi eredetűek, de laborban állítják elő. Ugyanaz, mint a designer drogoknál, ami volt, hogy jön egy designer drog, betiltják, kap egy új szélláncot, jön a következő. Minél több szélláncsal rendelkezik egy adott molekula, annál ártalmasabb és annál agresszív dolgokat idéz elő a szervezetbe. Úgyhogy ezeket, amik itt fenn vannak sorolva, én ezeket a vépeket nagyívbe elkerülném, és ezeknek a használatát meg senkinek nem javaslom, 18 év fölött sem. Úgyhogy, úgyhogy vagy THC, vagy CBD, de ezeket a fél legális, csak azért, mert így lehet kikerülni egy jogszabályt, ilyen mérgeket ne szedjetek be. Igen, így tudom legegyszerűbben. Ez is úgy legális, hogy rá van írva a dolgokra amúgy, és hogy nézzük, nem szabad megenni, nem szabad fogyasztani. Középiskolában árulják a jointot. Hát erre azt szól mondani, hogy amikor fiatalkorúakat szolgálnak ki alkohollal, ami idegmérek benne a boltba, az... Én, mint végzett egészségfejlesztő, tehát, hogy te diplomás vagyok, sok kommentben megkapom, hogy idióta, szétszívtad az agyad. Nagyon-nagyon sok dolgot csinálok egy időben, nagyon sok mindennel foglalkozom, de ez azért van, mert nem iszok alkoholt. Tehát, hogy nem tudom, a középiskolában, akik árulják a jointot, nyilván az egy nem jó dolog, de most ezzel nem tudunk mit kezdeni, mindig is volt ilyen és lesz is. Nem szép dolog, erre ennyit tudok mondani én is, hogy fiatalkorúaknak árulni bármilyen féle fajta kábítószert, vagy bármilyen pszichotróp anyagot, vagy pszichoaktív anyagot, nem. Az nem. Fiatalkorúaknak nem. Nem éppen. Amúgy... Megyünk tovább? Megyünk. Nem régóta ismerjük egymást. Elővetted egy videómat még tavaly augusztusban, hogyha jól emlékszem. Alkohol versus fű. Milán küld, hogy reagálják rá. Pont. Pont. Te ismered azt a srácot, aki küldte neked, hogy nézd meg? Moderátorom. Na, neki majd egy ajándékcsomagot szeretnék küldeni. Akkor. Na! Egy jó fűnős ajándékcsomagot, hogy mindenképpen megérdemel, hogy összehozott minket. Én most lehet, hogy nincs itt amúgy, de... Biztos, hogy majd látni fogja. Az volt az utolsó videó, amit kihoztam a social-be. Ez több mint két éve volt. Azért, mert rájöttem, hogy nincs semmi értelme hadakoznom, amikor csak pár ember látja, igazából ezt kormányzati szinten kellene az információkat közvetíteni, nagyon sok időt, pénzt és energiát áldoztam. Aztán eljött az a pillanat, amikor úgy döntöttem, hogy most volt elég, és elhoztam neked, illetve nektek azt a videót, amikor konkrétan azt mondtam, hogy oké, ez volt az utolsó forgatási próbálkozásom, mert egyszerűen nem látom értelmét. Ez egy nagyon egyszerű kis videóötleten alapult. Kimentem Bécsbe Siklér Dani barátomhoz, ő a Grow Islandnek a tulajdonosa, egy most már több mint 8 éve működő kanabiszos cég Amerikában, kint Ausztriában, igen. Kimentem hozzá, vittem magammal egy kis átlátszó hátizsákot, telepakoltam kanabisznövénnyel, nem ipari kenderrel, és úgy korizgattam Bécs belvárosába, hogy találjak egy rendőrt, volt nálam egy kis cetli, hogy a magyarországi legalizációért dolgozom, nálunk nem akarják elismerni, hogy van gyógyhatása, meg akartam kérni a rendőröket, hogy igazoltassanak ezekkel a marihuána fajtákkal, tehát hogy ez nem ipari kender volt, hanem ezek rendes. Kanabisz, marihuána, kender, tök ugyanaz, tehát hogy nem hoztam most magammal EU zárjegyet, de na, az ipari kender is kanabisz szatíva, tehát hogy ebbe a nemzetségbe tartozik minden egyes növény, aminek ez a több ágú levele van. Gorilla Skittles. Aha. Gorilla Skittles. Na, Gorilla Skittles. Az a Skittlesnek, meg a Gorilla Glue-nak a hibridje. Állítólag a Silent Seeds. Igen, hadd fizessek.
Itt akarsz a számlát? Bocs, csak a kasszánát van a számlát, nálam kihatalosan megy minden. Helyes, legyük helyes. A kasszámlát. Nagyon jó barátom, együtt lettünk fel. Jó érzéssel. Mennyi van, akkor 2 darab. Szépen rögek. A Gorilla Skittles 2 darab. Kedves József, régi barátságunk emlékére. Nagyon szépen köszönöm. Nézd meg, lehúzna! Aha. És ez a shop, ez ott kint van Ausztriában? Ez kint van Bécsben, igen. Aha. Bécs, sőt, Bécs belvárosán. Tehát központjának az egyik fő kanabiszos. Jaj, ez már a táskában benne van? Ezt nem is vettem észre a táskát. Belepakoltam. Jó, tehát 18 órával lehet tartani. Természetesen. Így van, így szól a jogszabály. Szuper. Hát akkor most elmegyünk, megkorisztatom ezeket a növényeket. Aztán megnézzük, mi lesz. Csak egy számlát hadd kérjek. Számla van nálam. Számla. Ezt otthon nem fogadják el, ugye? Ezzel így hazamegyek, hogy... Töröd. Milyen autó? Nekem itt az otthonom. Töröd, kivel állsz, hogy nagyjából. Ugye? Jövünk vissza. Az egy creeper fej, igen. Már ezt visszahozom. Azt kis Minecraftos táska. Ja igen, csak azt találtam át. Köszi Szabot, Erik Rubi. Na, és itt megy a rendőrkeresés. És akkor elindulunk. Megnézzük, hogy Bécsben mit szólnak ahhoz az emberek, hogy kanabisz növénnyel futkozok. Menjünk, keressünk rendőröket. Ez amúgy jó videó ötlet. Felhagytam a kocsimat. Teljesen. Nikolás, ez engem nagyon érdekelne, ez a komment, úgyhogy... Melyik? Hát, hogy én is pánikolós vagyok, és csak ritkán nem pánikolok tőle. Tehát akkor valószínűleg, hogy a pánikra való hajlam az ott van. Ja. De azt azért tisztázzuk, hogy a THC magában az egy paranoid vegyület. Tehát ha valaki túladagolja magát THC-vel, annak ez az első pszichésre, hogy... Hogy biztos, hogy akik kanabisz fogyasztottak életük során, biztos, hogy kerültek olyan állapotba, hogy úgy betéptek, hogy jaj, nem akarok felszállni a buszra, jaj, déhes vagyok, de nem akarok bemenni emberek közé a boltba, miért ne akarnál bemenni? Azért, mert ez egy paranoid vegyület, és ha valaki túlérzékeny, vagy lappang benne egy ilyen hajlam, akkor ez sajnos elő fogja hozni, és... lehet, hogy azért nem minden egyes betépésnél tapasztalja ezt, mert nem annyira potens, nem mindig ugyanolyan potens az a kanabisz, amit ő fogyaszt. Az erősebb előhozza, a kevésbé nem. Itt megint a terpénprofilok. Így van, meg maga a terpénprofil, hogy hova fogja kapcsolni a hatóanyagot. De ugye Magyarországon ezen a legalizációnak az egyik nagy előnye, hogy a fogyasztókat védjük, tudjuk, tudja a fogyasztó, hogy mi az, amit megvásárol, mi az, amit kap, melyik fajta, be van vizsgálva, hogy nincsen lefújkálva semmivel. Ugye ez Magyarországon ez egy nagy, az a lefújt szajré, ez egy olyan nagyon, aki ebbe a témában van, az biztos találkozott már Magyarországon ezzel. Ez lenne a célja a legalizációnak, hogy ezek ne történhessenek meg, és biztos, hogy te is megtalálnád azokat a fajtákat, amik nem hozzák ki ezt a pánikot, jobban érzed tőle magad, de ez egy hosszas keresgélés, a kanabisszal való gyógyítás is, egy hosszadalmas folyamat, nincs olyan protokoll, ami mindenkire egyértelműen jó, most már több, mint 1500 fajta van jegyzékbe, abból lehet, hogy 1-2-3 az, ami pont neked jó lenne, ez egy keresgélés, ez egy ezzel lenne, hogyha legális lenne, mert többféle füvet lehetne kipróbálni mindenkinek, és mindenki megtalálna magának azt, ami neki megfelel, szerintem. Nem egy nagy veszisz, de ez a videó. Lobby, hát mondtad is, hogy... It's sport, and cannabis, that's all. Megálltam pihenni egy kicsit, másfél óráig köröztünk, azért ezt hozzáteszem, hogy na, ezt Magyarországon adtam volna elő, igaz, hogy rendőrt nem találtam, de hogy rám küldtek volna 16-ot, az is biztos. Az biztos. Úgyhogy... meg ne haragudj, hogy nem volt időm összevagdosni videót, örültem, hogy megtaláltam, hogy melyik drive-on van. Jaja. Aztán valamennyit össze tudtam dobni legalább. Ez amúgy kibaszott jó. Ilyen kamerát én is kipróbálnék amúgy. A 360-as kamerát. Az utolsó DRS videón, ami mutogattam, hogy alátámasztási pont, meg súlypont, ott már ezeket használjuk, mert nagyon előnyes, nem kell figyelni jó. Arra, nem hogy... kell figyelni, hogy tartod. Tényleg bejöttünk a sűrűjébe, tehát nem az volt, hogy így korizgattam így a város szélén, hanem ez a Mária Hilfestrásze, hogyha jól látom. Tényleg bejöttünk a sűrűjébe, és tehát negatív reakciót nem is kaptam egyet se. Mm.
voltak, akik odahívtak magukhoz, kérdeztek, hogy mit csinálok, miért csinálom. Az előző bevágás is egy ilyen volt. Ja. Ez mit jelent ez a szó? Creeperös táska. Ja, ez mi? Ez egy Minecraft, nem, az a Minecraftból van. De azt mondsz, váljon, de csak ennyit tudok. Az a Creeper, tehát az egy szörny, a Minecraftból vágod. Furcsa, amit a hátad mögött jön, sokszor. És így csinál egy és felrobban. Amikor azt a hangot hallod, hogy az nem jó. Ez életben nem játszottam ezzel. Pedig nagyon jó játék. Játszani se szoktam. De nincs benne cannabis. Ezért. Majd valamikor ki kell menjek. Hát akkor hajrá. Addig kérdezzetek Józsitól. Valami jót. Én sem tudok mindenre válaszolni, azt azért tisztázzuk. Mindenre. Én hány éves vagyok? Én 38. Már mindjárt 40. Mióta foglalkozol a cannabis gyógyászattal? Hát a gyógyászat az nekem egy ilyen nagyon, tehát hogy őszinte leszek, én ezt kötelességből csinálom, mert nagyon kevesen vannak, akik értenek hozzá. Elt és egészségfejlesztő diplomám van, aztán megcsináltam egy ilyen amerikai cannabis beteg gondozói sulit. Nekem tényleg a teljesítményfejlődés és a cannabisnak a kapcsolata a fő szakterületem. A gyógyászatban ott próbálom a legjobb tudásom szerint csinálni, de hát most már ez a hatodik év, hogy tényleg nyíltan ezzel foglalkozom magával a gyógyászattal, úgyhogy 6 éve. Mit lehet tenni az itthoni legalizáláshoz? Hú, na hát ez egy jó kérdés, ezen gondolkozom már én is évek óta. Van egy egyesületünk, a Legalizálj Egyesület. Először is csatlakozzatok az egyesülethez, vagy nézzétek meg egyáltalán, hogy milyen programokat hirdetünk, és mi az, amiért dolgozunk, és hogyan. Az egyesületnek az elsődleges célja, illetve az első célja a gyógyászati cannabisnak a legalizálása, aztán a dekriminalizációja, a rekreációs felhasználásnak, majd végül a teljes legalizáció, amit most Németország ugye meglépett. Remélem, hogy ez meg fog indítani egy olyan lavinát, hogy az összes EU-s tagállamban legális lesz a rekreációs felhasználás is, Magyarországon meg még a gyógyászat is sem. Ez lesz szerintem az a pillanat, amikor egy nagyobb társadalmi nyomást el tudunk majd érni, és majd akkor elválik, de nélkületek. Gyere, érezd magad otthon. Udattam a nyuszi fület. Gyere, érezd magad otthon. Úgyhogy egyelőre azt tudjátok tenni, hogy figyelitek az oldalainkat, és amint lesznek olyan megmozdulások, vagy olyan helyzetek, ahol érdemben hozzá tudtok tenni, akkor arról tudni fogtok, illetve van egy szabad a hangos petíciónk, amit amikor utoljára néztem, ez most már több mint fél éve volt, de akkor több mint 25 ezeren írták alá. Ez a legnagyobb petíció, az szabad a hangó, hogyha jól tudom, ami a legtöbb aláírás kapta. Ott esetleg azt alá tudjátok írni, most lehet készültem volna linkkel is, hogy ezeket betoljuk. Legalizálj.hu. Majd egyetlen egy rendőrautót találtam. Ez az előző volt. Egyetlen egy rendőrautót találtam, de van róla bizonyítékom. Ott van. Ott találtam egy rendőrautót, mondom, de jó, biztos ülnek benne senki. Úgyhogy ez már az a pillanat volt, amikor úgy döntöttem, hogy nem fogok napokat elcseszni az életemből azért, hogy tartalmat gyártsak, amikor ennyi idő alatt több betegnek is tudtam volna segíteni. Aztán annyira beizgultam, hogy láttam egy egyenruhás palit, hogy azt hittem rendőr, aztán kiderült, hogy parkolóőr. Én meg a kis levelemmel oda mentem. Aztán mondta, hogy ne haragudjál, de nem adok pénzt, vagy nem tudom, hogy mit mondott. Az darolt. Úgyhogy ez volt, most már több mint 2 éve, ez volt ez a pillanat, amikor úgy döntöttem, hogy inkább a gyakorlatba fogom kamatoztatni a tudásom, és ezek a videók, amik már fel vannak véve, most a Fűdejó csatorna ugye elindult, a 3. videót fogjuk most majd lesztreamelni, ami egy áttétes daganatos betegnek a fejlődéséről fog szólni, úgyhogy le van forgatva már több mint 16 rész, lesz sok beteg, sok mindenkinek tudtam segíteni, a kisgyerektől, ja, a nyugdíjas néniig, a kis cicától, a kiskutyáig, tehát hogy ténylegesen inkább a fejlesztésbe toltam bele az energiámat, nem pedig a tartalomgyártásba. De, most már tartalomgyártásba bele kell tolni. Most muszáj, mert most nyomjuk, már van. Nyomjuk ezzel rá. Ezt kérdezte amúgy, hogy gyógyszerleszokóban van, és elvonási tünetekre, Xanaxról akar lejönni, meg ilyenekről, CBD-t ajánlod-e? A gyakorlati tapasztalatom az, hogy csak a sima bolti CBD. Van több ismerősöm is, aki hasonló cipőbe jár, mint te. Csak sima CBD-s termékkel nagyon kevesen
tudtak lejönni a Xanaxról, hogyha szabad így fogalmaznom. Xanax az egy nagyon erős függőséget kialakító legális méreg, ami blokkolja az agyi szinapszisokat, tehát igazából a jelátvitelt blokkolja az agyadba, mondhatnám elbutít hosszú távon, nagyon csúnyán lesemmizi a személyiségedet. Csak sima CBD-vel nekem nincs tapasztalatom, aki ténylegesen Xanax függésről le tudtam volna hozni, de nyilván itt az egyéni, tehát a személyiségjegyek mérvadóak, hogy kibe mekkora az akaraterő, de most nem mondom azt, hogy nem fog tudni segíteni, meg azt se, hogy tud. Minden szervezet máshogy működik, teljesen máshogy reagál ugyanarra a hatóanyagra, akár a te vagy az én szervezetem is, úgyhogy egy próbát megér. Ha szabad javasolnom, akkor mindenképpen full spektrumú terméket vegyél, amiben legalább az a 0,2% THC ott van, de az, hogy milyen dózisban, meg hogyan adagoljad, azt most így látatlanban nem fogom tudni neked megmondani. Amit viszont biztosan tudok, hogyha a CBD-t és a Xanaxot 3 órán belül egy időbe veszed be, akkor könyörögni fogsz, hogy legyen vége a tripnek, mert olyan szinten összeveszik ez a kettő, hogy a hányás hasmenés egy időben tényleg fizikálisan és mentálisan is kicsontoz, hogyha 3 órán belül használod a kettőt. Jó, erre mindenképpen majd figyelj. A sportból tudom, hogy magára az izom eredeti problémákra, meg az idegi eredeti problémákra is egy nagyon jó és természetes megoldás a CBD, de ezt mindig kell hangsúlyoznom, hogy Magyarországon, ami THC tartalom van a CBD mellett, az nagyon-nagyon kevés az. Az pont arra elég, hogy a CBD egyáltalán tudjon hatni. Ugyanis, hogyha a CBD mellett nincs semennyi THC, akkor a biohasznosulása az iszonyatosan gyenge. Tehát sokkal rosszabb lesz, mint hogyha egy full spektrumú terméket használnánk, és azért lobbizunk a cannabis, illetve a THC-nek a legális felhasználásáért, ugyanis itt az arányok a lényegek. Hogy mennyi THC mellett van, mennyi CBD, vagy és fordítva. És akkor még van másik 146 olyan kanabinoid, amit azonosítottak, a terpén profilokba bele sem megyek. Ez egy véget nem érő kutatás, de ne haragudjatok, hogyha így látatlanban, így most sem tudok senkinek sem egy gyakorlati tanácsot. Megint írják amúgy, első üzenete a srácok, és ő is a HHC-t meg a HHCP-t írja. Elmondom neked, Józsi, hogy a HHCP meg a HHC is most már illegálisak tavaly augusztus óta Magyarországon, és amúgy helyettesíteni lehet, hogy tudja neked, de nagyon sok embernek vannak rossz mellékhatások, laborban csinálták, ugyanerről beszélt a Józsi az előbb, nem jó. Egyáltalán. Én nem ajánlom, főleg nem hosszú távra. Teljesen összintereszek veletek. Mielőtt kiment volna kereskedelmi forgalomba a HHC, CBD, hidrolízis, hidrogénaton, bumott a HHC, kaptam tőlük egy ilyen pent, akkor, tehát hogy még senki nem tudta, mi az, hogy HHC. Nem az tudok nektek, négyet szívtam bele, olyan fájás jött rám, annyira éreztem, hogy az agyi ereket húzza össze a fejembe, amit amúgy azóta számtalan tapasztalat visszaigazolt, tehát ezek semmi másra nem jók, ezek a HHC-k, meg ezek a kamukanabinoidok, mint hogy emberek megszedjék a pénzüket, közben meg tönkre tegyenek másokat. Igen. Én ezt látom, és ezt vállalom is. És az, amit láttam amúgy, hogy neten konkrétan influencerek hirdetik ezeket. Mert nem olyanok, mint én, hanem még olyanok is, akiknek mondjuk még több gyereknézője van. Uh-huh. És ezt nem értem, ezt értem a legkevésbé, aki ilyeneket hirdet, tényleg, ez a legrosszabb. Nézd, mindig van az a pénz. Hát a pénz, igen, csak mondani. Tényleg ezek is olyan dolgok, hogy tényleg rá van írva, hogy ne fogyaszd, meg hogy csak ki kell tenni a polcra, és akkor dísznek való. Mert csak úgy szabad eladni nyilvánvalóan. CBD-nek nincs ilyen bódító hatása. Nem, a CBD a semmiféle pszichoaktív hatás nem tud előidézni. Mint mondtam, a THC-nek a teljes tökéletes ellentétje, ami azt jelenti, hogy a CBD egy nagyon jó energiát, egy nagyon jó fókuszt, egy nagyon jó lendületet tud adni, ami tényleg, hogy is fogalmazzam meg, a hétköznapokban tud adni egy olyan löketet, ami az általános munkaterbíró képességet olyan szinten tudja segíteni, hogy pont az ellenkezője a bódulatnak, sokkal élesebbek lesznek a gondolatok, sokkal könnyedebben fogjátok tudni a hétköznapi rutint elvégezni, úgyhogy tényleg a CBD-től azt a végképp nem kell félni, biztonságban alkalmazható, attól egyáltalán nem kell félni. Ezt csak úgy hoztam, hogy azért lássuk. Ebben van beszéd? Nincs semmi igazából. A gagyi zene megy alatta. Ez Közép-Európa legnagyobb termesztő csarnoka. Hanfama,
Hála Isten, beengedtek ide is minket. Ez is egy 2019-es felvétel. Tehát amikor én 2019-ben itt voltam a Hánfamában, és láttam, hogy több hektáros csarnokokban termesztenek olyan növényeket, amikből gyógyászati hatóanyagokat nyernek ki, akkor nem gondoltam volna, hogy 2024-ben itt fogok ülni veled, és még mindig ezt a videót tudom nézni, mert itthon Magyarországon semmi nem változott. Semmi változás. Semmi. Semmi. CBD és az ADHD. Na, az még nem tudom. CBD és az ADHD. Hát, azok a kutatások, amik az ADHD-val kapcsolatos pozitív változásokat firtatják és bizonyítják, ott mindig kanabiszfogyasztás, tehát hogy ott kanabiszfogyasztottak, nem CBD-t, tehát ezek inkább THC-s. Úgyhogy sajnos én nem mondhatom senkinek se azt, hogy használjon THC-t, ugyanis kábítószer használatra bújtanék fel bárkit is. Pont elmondtam, hogy 18 év alatt senkinek is. Az orvosi kanabisz, a Magyar Orvosi Kanabisz Egyesület a MOKE honlapján van egy kis keresőfül, ha oda bármilyen problémátok van, akkor írjátok be, és ott fogtok találni számtalan olyan hivatalos kutatási eredményt, amit magyarra lektoráltatott az Egyesület. Az Egyesület elnöke Szelestei Miklós. Ez melyik oldal? Barátom. Az Orvosi Kanabisz Egyesület. Be tudok ide írni? Nem, mert ott nincs belépve. www.orvosikanabisz.com. Szerintem pont, nem, tényleg az. Jó, itt van. Jó, ott van egy kis keresőfül. Most belepörgettünk, de számtalan olyan... Nagyon jó. Olyan munka helyet teremtene, illetve maga a kendernek, nem csak a hatóanyagoknak a felhasználása. Amúgy a Cannabis for Life-nak a Facebook oldalán fent van ez a videó. Azért itt olyan mennyiségeket láttam én is, meg olyan méreteket, amik azért megdöbbentettek engem is, pedig azért már témában láttam sok mindent, de itt, amikor benéztem egy csarnokba, és nem láttam a végét, hogy hol vannak a növények, azért az durva volt, és itt amúgy van ez a rész, hogy tényleg idős nénik trimmelgetik a kanabiszt. Tényleg nagyon sok munkahelyet adna, hogyha Magyarországon is legalizálnák. Nagyon sok munkahelyet adna, ráadásul azt mindenképpen el kell mondanom, hogy a kendermag, tehát az a mag, amit ez a növény termel, az mind a 9 eszenciális aminósavat tartalmazza, tehát egyenértékű bármilyen hús, illetve halfehérjével. A mély szegénységnek oldaná meg a problémáját leginkább fillérekből. Tehát annyiféle felhasználási lehetősége, illetve módja van ennek a növénynek, hogy erről tényleg azt esik tudnék beszélni. De szerintem csináljuk azt, hogy eljött a pillanat, nézzük meg ezt a... Gyógyult betegünkről a videót. Ezt a gyógyult betegünkről a videót. Ez egy nagyon érdekes videó lesz, ugyanis itt éreztem meg én is először, hogy milyen az, amikor egy ember odáll kamera elé, és arról kell beszélni, hogy neki milyen problémája van, miken ment át keresztül. Tényleg láttam rajta, hogy szinte újraéli azokat a borzalmakat. Ez látszik majd a kommunikációban, azért is át kellett egy kicsit vennem a szót, de megbeszéltem a beteggel, ugyanis még sokkal több olyan dolog van az ő történetében, amire nem tértünk ki emiatt, hogy ő biztos, hogy majd vissza fog jönni hozzánk, és fogok vele egy kicsit tartalmasabb, részletesebb riportot készíteni, de nézzük meg, ugyanis ő lesz az első olyan beteg, akit tudok a nagy közönség elé állítani, és kíváncsi vagyok, hogy mit mondtok. 2 évvel ezelőtt tüdőrákot diagnosztizáltak nálam csontátétekkel. Azt mondták, hogy valószínű heteim vannak hátra, de ha esetleg csoda folytán, maximum 2 év. Ami azt jelenti, hogy biztos halált jósoltak neked? Így van. Volt veled valaki, aki támogatni tudott, vagy mit tudott tenni az orvos? Hogy reagáltál erre? Nem estél össze? Nem. Próbáltam érdeklődni, hogy mégis milyen lehetőségeim vannak. Tehát ott helyben az orvost kérdezted, ha jól értem? Azt mondta, hogy az orvostudomány által nincs rá gyógymód. Most hogy vagy, illetve mikor történt ez? 2 évvel ezelőtt kaptam a diagnózist, most jelenleg jól érzem magam, fájdalommentes vagyok, és úgy érzem, hogy gyógyulok. Speciális kezelést kapott a beteg, aki még megszólal ugyan, de most behívom szakértőnket, aki el tudja mondani azt önöknek, hogy mi is történt vele. Márkus József, arra kérlek, hogy mondd el nekem, hogy egyrészt mik vannak itt az asztalon, másrészt pedig látunk itt diagnózist, nem is magyar nyelven egyébként,
Hogy van ez? Ez úgy van, hogy a nyugati orvoslás már annyival előre haladottabb, hogy THC tartalmú termékeket orvos ír fel olyan betegeknek, akiknek igazoltan segítségére tud lenni ez a hatóanyag. Ugye tudjuk, hogy ez hazánkban illegális. Azért érzi jól magát, illetve láttam a leleteket. Ha jól tudom, mondta, hogyha nem így van, akkor a tüdődben már teljesen daganatmentes a tüdőd. Igen, és a csontban lévő daganatok helye is már elkezdett újra csontosodni, tehát már a csontok is elkezdték visszaállítani az eredeti állapotukat. Így van, ez mind azért történhetett meg. Tényleg bocsánat, hogy most én beszélek róla, de amikor kiderült, hogy mi a probléma, akkor külföldi kapcsolatokon keresztül, én ezt nem tudom, hogy pontosan hogyan zajlott, de magas THC tartalmú pasztákat, illetve vaporizált kanabisz virágzatot. Írták, hogy ez lehet meg tudta volna menteni mamáját valakinek. Igen, Roland, ez lehet, hogy meg tudta volna menteni mamádat. Sőt, nagyon sok embernek a rokonait, akik ilyen dologban haltak meg, lehet, hogy tudott volna segíteni. Itt azért mindegy, hogy milyen állapotban, hogy milyen stádiumban. Hát nyilván itt most a lehetem van a hangsúly. Az esélye, hogy az esély, igen. Az esélyt meg kéne adni neki szerintem is, hogy tudjanak ezzel gyógyítani. És hogyha magyar orvosi tudománynak is a része lenne ez, vagyis hát elismernék, az nagyon jó lenne. Az Bonin és Mark. Akkor milyen hatással van az emberre, ha depakint epilepszia elleni gyógyszert szedek? Nem vagyunk gyógyszerészek, és Józsinak hívják amúgy. Mindig az adott problémás területre tudjuk eljuttatni közvetlenül a hatóanyagokat, és nyilván erre a tüdőbe juttatva ez a vaporizátor, ez a vép volt a legjobb, ugyanis ez nem égeti a hatóanyagot, hanem ez párolja, kigőzöli. Itt van neki egy pici kis tartálya, ide kell a növényi száraz virágzatot beletenni, majd ezután hevíti fel különböző hőfokra ez a készülék. Jó, itt álljunk meg egy kicsit. Én most a nézőinkhez szólok. Biztosan észrevettétek, hogy itt most THC-ról volt szó, és nem pedig CBD-ről volt szó. Eddig a CBD-ről beszéltünk, mint olyanról, mint hatóanyagról, mint egy gyógyító hatóanyagról. Most viszont a THC-ról, ami illegális. Igen, Magyarországon illegális. Ez az elsődleges oka, hogy maszkban van az úriember. Magyar állampolgárként a magyar törvények megtiltják, hogy bárki THC-t vigyen be a szervezetébe. Most viszont ez egy olyan helyzet, amikor az embernek döntést kellett hoznia, ráadásul úgy, hogy az orvosok írják fel. Ez egy olyan termék, ami 250 mg THC-t tartalmaz, és a TB fizeti, ez egy nagyon fontos momentum. Hogyha jól tudom, akkor neked ez kellett egy hatósági igazolást is beszerezned, hogy te ezt birtokolhatod, ez nálad van, te ezt használod. Nem szeretném a beteget se bajba sodorni, visszakeressék, nagyon oda kell figyelnem, hogy mikor, mit, hogyan mondok. Ezért az epilepsziás, na az epilepsziára a CBD, megint azt kell, hogy mondjam, hogy önmagában kevés. Főleg epilepsziára. Tehát azok az epilepsziás betegek, akik olyan fejlődésről, egészségfejlődésről számolnak be, hogy teljesen megszűntek a rohamok, vagy olyan szinten minimalizálódott az esetszám, illetve maga a rohamnak a minősége, ott ők megint THC-t használtak. Tehát ott megint az egy-egy arány lenne az, amivel minimum neki mennék egy epilepsziás betegnek az egészségét javítani. Azért, mert kell a THC, a CBD-t meg azért tenném mellé, hogy ne legyen pszichoaktív hatás, hogy mondtam, hogy a CBD-t ezt el tudja nyomni. Sajnos, amíg a kormány nem mondja azt, hogy oké, hónaptól így, addig nem tudsz vele semmit csinálni. Nem mondhatod. Meg van kötve mind a két kezem. Hát megbasznak, nyilvánvalóan. Tudom. Így van. Tehát, mint láthatjuk, hogy egy komoly intézményrendszer van a kanabisszal való gyógyítás mögött már nyugaton, ami Magyarországon még mindig illegálisnak minősül. De ő amúgy ezzel az engedéllyel tudja használni ezt itthon is. Nem. Magyar állampolgárként a magyar törvények kimondják, hogy null tolerancia van THC-re, tehát ez egy illegális vegyület. Nem viheted be a szervezetedbe. Független attól, hogy melyik országba ment ki az adott illető, véletlenül se fogom kimondani, ott felírja az orvos, de ő, mint magyar állampolgárként, na, vegyük például azt, hogy hiába mész te ki Hollandiába, ahol bemész a coffee shopba, és meg tudod venni a kanabiszt, nem szívhatod el, mert rád a magyar törvények vonatkoznak. Hiába van az adott országba enyhítés, ha a te törvényeid szigorúbbak, akkor te nem élvezheted azt az enyhítést, ami az
adott ország állampolgáraira igaz. Ha szigorítás van, tehát hogyha a holland jön ide, akkor ő neki hiába otthon legálisan tud szívni, mivel a magyar törvények azt mondják, hogy itt nem szabad, ezért neki sem szabad. Tehát az adott ország, tehát amilyen állampolgár vagy, azok az ország, tehát annak az országnak a törvényei vonatkoznak rád, ha elutazol, ha abban az országban enyhítés van, neked az nem enyhítés, mert a tiéd korlátoz, de ha szigorítás van az adott országban, ahhoz képest, ahonnan te jössz, akkor viszont az köteles vagy betartani. Aha. Így érthetően? Aha, ja. Jó. Tehát, hogyha kimegyünk Hollandba, ott se szabad szívni amúgy papíron. Nem, sehol. Ja, de ott nincsenek Irgen magyar rendőrök, burgul. Akik megbasznak érte, szóval... Úgyse látják. Viszont kínai rendőrök lesznek amúgy Magyarországon, legalább. És egyébként ezt én sem hittem el, mint ahogy valószínűleg ti sem hiszitek el, úgyhogy én elkértem egy csomó papírt, dokumentumokat, leleteket a betegtől, illetve nem is tudom, még betegnek mondhatlak, vagy már gyógyultnak, tehát hogy remélhetőleg gyógyult, így van. Ugye tudjuk, hogy ráknál, ha jól emlékszem, 5 évig nem mondhatjuk ki azt, hogy gyógyult a beteg, hanem tünetmentesnek szoktuk ezt mondani. Na szóval elkértem mindenféle leletet, és az a helyzet, hogy ez nem magyarul van, ez mindaz egyébként, tehát hogy én ezeket egy kicsit átböngésztem, mint mondtam, Magyarországon más megítélés alá esik. Szóval ezért van az, hogy nem magyarul látom ezeket a dokumentumokat? Így van, így van. Magyarországon is lehetne igényelni ilyen, tehát THC tartalmú gyógyszereket, szklerózisosoknak, szklerózis multiplexben szenvedőknek, például a Sativexet, TB nem fizet, talán két esetről tudok Magyarországon, hogy ezt megkapták betegek, tehát a magyar gyógyászattól ez egy nagyon távol álló dolog, miközben látjuk az eredményességét. Én százszor elmondtam, és mindig is el fogom mondani, hogy nagyon jó a CBD, de az igazán potens, főleg, hogyha egy daganatos megbetegedésről van szó, akkor a THC az a molekula, ami a legnagyobb eredményt tudja elérni. Oké, akkor újra. Tüdőrákod volt. Igen. Tiszta a tüdőd. Igen. Jól mondom? Jó. Azért kérdezek vissza, mert annyira valószerűtlen ez, mert olyan kevés ilyet lehet hallani, ha egyáltalán lehet ilyet hallani, hogy az valami hihetetlen. Lehetett más oka egyébként annak, hogy kijöttél ebből? Tehát, hogy lehetett szedtél valamilyen más szert, gyógyszert, bármit? Nem. Sőt, próbáltam minden gyógyszert elhagyni. Ami azt jelenti, hogy még étrend kiegészítőt sem. Meg ha jól gondolom, akkor ezek szerint kemoterápia egyebek azt szintén kiváltotta ez. Így van. Ha jól értem. Kemoterápia is volt, sugárkezelés is van. Tehát akkor átestél ezeken. Stop. Igen? Szegény annyira meg volt zavarodva, hogy hirtelen a kérdésre értette. Kapott kemoterápiát és sugárkezelést is, mellette használta a kanabiszt. Aha. Szóval a videó leírásába is direkt ezért írtam bele, hogy a jelenlegi kanabisz gyógyászat, amit tényleg a tudomány tud igazolni, az a kemoterápiával, tehát a kanabisz egy kiegészítő eljárás a kemoterápia mellé, ugyanis a kettő együtt az, ami nagyon jól tud hatni. Vannak olyan esetek is, amikor valaki visszautasította ezeket a kezeléseket, és csak kanabisztól meggyógyult, de ezt én személy szerint soha senkinek nem fogom javasolni. A kettő együtt az, ami tényleg igazán eredményes, úgyhogy ezért is kapta ő is meg a kemoterápiát, illetve a sugarat, hiszen előtte azért átbeszéltük, hogy mégis minek mi, hogyan lenne a vége. Bocsánat, itt muszáj még egy kommentre reagálnom. Volt itt egy ilyen, hogy nagyon durva visszarúgásai vannak. Itt most arra gondolsz, hogy oké, meggyógyult, de mivel kanabisz használt, egy csomó olyan negatív dolgot előidézett a szervezetébe, ami miatt lehet, hogy annyira még se olyan hú, de jó ez az egész. Itt most erre gondoltok? Ezt amúgy én sem értettem pontosan, mire gondolt. Na, mindegy. Kanabisz mellékhatásait. Akiben nincs lappangó skizofrénia, nem pánikbeteg, a magas vérnyomás is ide tartozik, tehát akinek nagyon magas a vérnyomása, ő se akarjon kanabisz fogyasztani, illetve magas THC tartalmú terméket, mert az fölnyomja az egekbe. Azon kívül, ami negatív hatása van, a rövidtávú memóriát, ameddig hat a szervezetbe, addig igenis azért kicsit leblokkolja, de ahogy kimegy a szernek a hatása, a rövidtávú memória egyből visszaáll, és ez több évtizedes használat után is így van. Arra gondoltam, hogy annak nincs a káros hatása, hogy szívod, de máshogy is be lehet vinni a THC-t. Be lehet vinni csokival, be lehet vinni véppel, be lehet vinni
olajként, tehát nem csak úgy lehet bevinni, hogy szívod, mert a papír az, ja, az káros a tüdőre, ez nyilvánvaló, hogy a füst az káros lesz. Az... Minden éges termék, ugye ezeket csúnya szóval policiklikus aromás szénhidrogéneknek hívjuk. Aha, igen. Ezeket tanultam az egyetemen az egészségfejlesztő szakon, tehát hogy nekem tényleg azért nagyon-nagyon jól jött ez a tanulmány, hogy egyáltalán tudjam, hogy mi az, hogy egészség. Nem vagyok orvos, de az égés termékek azok amúgy sem jók, és tök mindegy, hogy mit égetünk, ráadásul a kanabisz, ha égetve van, ugyanúgy felszabadul egy csomó káros anyag, ezért vannak ezek a vépek, ahogy te is mondod, amik nem égetik a terméket, illetve a virágzatot, hanem párolják, legőzölik, kigőzölik a hatóanyagot. Nincs égés termék, ott tiszta hatóanyag, be a tüdőbe, csókolom. Ennyi. Ja, meg lehet sütit csinálni, vaj, ja. Így van. Állítólag. Állítólag. És emellett használtad ezt, vagy hogy volt? Már a kezdetektől kezdve. Tehát az első pillanattól kezdve nekiálltál ezt használni, hiszen gondolom akkor tudtad ezek szerint, hogy tőlünk nyugatabbra ez egy teljesen legális dolog és hatékony dolog. Miért nem lehet ezt Magyarországon is alkalmazni? Ezt a kormánytól kellene megkérdeznünk. Már megtetted? Megkérdezted? Hiszen te vagy ennek az egyik legnagyobb úttörője már, bocsánat. Igen, próbálkozunk egy ideje. Van hivatalos egyesületünk, beadtuk a népszavazási kezdeményezésünket, hogy hadd döntse már el a magyar nép. Amúgy, hogyha lenne ilyen lehetőség, hogy a magyar nép eldöntse, akkor se szavazzanak arra amúgy. De hogy nem, hát pont most mondom, hogy egy závetszes reprezentatív felmérést csináltattunk, és a magyarok 65%-a legalizáltatná a gyógyászati kanabiszt. Ez egy 3 éves felmérés volt. Azóta a gyógyászati. Ja. Bocs, mert mit mondtam? Azt nem tudom, hogy ott mit mondtál. Amire gondoltam, ja, igen, mert én úgy gondoltam, hogy konkrétan a dekriminalizáció vagy legalizálása. Nem, az volt a kérdésünk, hogy a gyógyászati kanabiszt legalizálnák-e, igen vagy nem. Ja, arra szerintem igen mondanak a legtöbben. Persze, amúgy, ez igen. Tök egyértelmű. Teljes mértékben. Aki egy kicsit tud gondolkodni, meg nem de csak az M1-et nézi, az látja amúgy, hogy ez ennek vannak hivatásai. Tehát ezt mi mértük, és 65% volt most már több mint 3 éve, de az is lehet, hogy már 4. Azóta ez a szám biztos, hogy növekedett, erre valaki már azt mondaná, hogy népakarat. Azt hiszem, még sem történik semmi. Ja, egyszer majd biztos. Figyelj, az első lépés megvan, edukáljuk az embereket róla. A második lépés az meg szerintem nem a miénk, tehát... Hát... Hogy ittani magát, ezt megelőzően egy zálveces reprezentatív felmérést csináltunk. A magyarok 65%-a támogatná a gyógyászati kanabisz legalizálását. A kérelmünket mindig visszadobták, hiszen az elszatározat még akkor ugye nem a gyógyhatású kábítószerek közé sorolta a kanabiszt. Ez módosult, emiatt ugye ez kötelezettségszegési eljárás folyik Magyarország ellen, ugyanis az Európai Unió egy egységes gyógyászati programot, kanabisz programot szeretett volna legimitálni Európában, ezt Magyarország egyedüli tagállamként keresztbe húzta, úgyhogy nem tudom, hogy ki és miért mondja azt, hogy nem, amikor az eredmények önmagukért beszélnek. Miért nincs népszavazási aláírás gyűjtés? De van, ez van a Szabad a hangon, hogyha a Google-ba beírjátok, hogy Szabad a hang, kanabisz legalizálása Magyarországon, akkor ezt a petíciót ki fogja dobni. Egyelőre nincsen más a kezünkben, mint ez az internetes kis petíció, hiszen pont erről beszélek, hogy a népszavazási kezdeményezésünket minden esetben visszadobta a kormány, hogy hülye vagy. Nagyságrendileg ez volt a válasz. Ha egyáltalán volt válasz, mert nem egyszer adtuk be. Az egészségügyi miniszternek is írtunk nem egyszer, nagyságrendileg választra sem méltatnak minket. Pedig hivatalosan egyesületen keresztül, tehát cégbíróságon bejegyzett egyesülettel próbáljuk mindezt hivatalosan. És egyszerűen olyan terelő dumákat kapunk, bocs, hogy ezeket a szavakat használom, hogy a vicc kategória. Mm. Tehát vicc kategória. Hát ez a politikában amúgy is egy eléggé bevett szokás, hogy azaz, terelnek. Ott is van. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm. A legitimizáció, amiről beszélünk, ez lehet, hogy azért futott itt zátonyra, mert hogy az emberek még mindig félnek ettől a drogtól, tehát a THC-tól. Ha jól értem, akkor a mellettem álló, jelenleg tünetmentes, félve mondom, hogy gyógyult rákos betegünknek. Akinek 2 évet adtak csodával, de azt mondták, hogy lehet, nem hogy heteken belül. Nem 2 évet, hetek. Igen, ezt heteket. Mondtad. Elképesztő, igen. Csodával 2 év, de gyakorlati tapasztalat, hogy hetek.
Ezt a 2 évet már túléptük, tehát hogy és gyógyultan, tünetmentesen, majd az országonként teltérpont, most fogom mondani, hogy daganatos beteget hiába tünetmentes, tehát hogy a leletek meg minden visszaigazolja, hogy nincs daganat, azt hiszem Magyarországon 5 vagy 7 év az, amire kimondják, hogy gyógyult. Tehát addig kell tünetmentesnek lenni, hogy gyógyultnak nyilvánítsanak, ezért nem tudjuk azt mondani, hogy gyógyult, tünetmentes. Tehát arra az időre, amire neki meg kellett volna halni, arra ő tünetmentes lett, és ez egy... Hát ez egy kurva nagy ez dolog. Egy ez nagyon nagy előrelépés. Dolog. Úgyhogy hálósan több hasonló beteg van, forgatunk most nagy üzembe, úgyhogy innentől kezdve ezek a tartalmak fognak majd leginkább dominálni a YouTube csatornán, illetve hát úgyis jövök majd hozzád, remélem, hogy havonta egyszer le tudok jönni. Azért van még egy pár olyan felvétel a tarsolyomban, ami az idők alatt nem ment ki, úgyhogy majd készülök a következő alkalommal. Valamit simán még nyomozunk. Bőven. Ha abba hagyná, akkor újra kialakulhat. Nem hiszem majd, hogy a THC-t azt amúgy szedi azóta is, mert ugye a kemoterápia akkor az már most nyilván nem kell. Hát én megelőzés miatt én azért használnám folyamatosan, de itt nagyon pici dózisokról van szó, és már olyan sok THC nem is kéne, lehet, hogy csak simán a CBD azzal a minimális 0,2-es THC-vel, ami Magyarországon is elérhető már, azzal tudna egy olyan prevenciós hatást elérni, ami miatt nem fog biztosan kiújulni, nyilván ez biztosan biztos nem fog nem kiújulni, tehát hogy nagy valószínűséggel nem fog kiújulni, de általánosságban azt mondom, hogy akik ilyen betegek voltak, azok utána kis dózisban azért használjanak meg ilyen jellegű termékeket. Érdemes. Jó. Meg van határozva, hogy hány év után lehet gyógyultnak nyilvánítani egy daganatos beteget, de nagyon jó alapunk van arra, hogy elérjük ezt az időt, és ténylegesen gyógyultnak legyen nyilvánítva. Oké, tehát az alapkérdésem az akart lenni, hogy ha jól értem, akkor itt is mindenféle hatósági engedélyt be kellett hozzá szerezned, hogy ezeket használhast. Így van. Tehát még tőlünk nyugatabbra is be kell szerezni. Szóval, hogyha Magyarországon erre rábólintanának, az nem azt jelenti, hogy fiatalok elmennek házi orvoshoz azzal, hogy hát fáj a hasam, és akkor írnak nekik füvet, hanem ez azért másról szól. Nem, a gyógyászati kanabisz tekintve itt nagyon szigorú jogszabályoknak kell megfelelni. Maga a termesztés, a tárolás minden hatóságilag ellenőrizve van, nagyon-nagyon komoly jogszabályok szerint. Ezekhez a termékekhez csak úgy nem tud senki se hozzáférni, hogyha nincsen igazolt olyan problémája, amire igazoltan a kanabisz jótékony tudna lenni. Ezek azok az esetek. Nyilván a visszaélés, mint mindenhol máshol megtörténhet, de ez egyéni mulasztásból vagy gyengeségből fakadóan, de ezek szabályozott állami keretek között működnek kint nyugaton. Én úgy tudom, hogy Magyarországon is hozzájuthatnak emberek ehhez a szerhez, csak éppen kevésbé ellenőrzött körülmények között. Gondolom, hogy ennek azért vannak? Hát igen, hátrányos oldalai is. A CBD-hez igen, THC-hez, mint mondtam, ott az orvossal közösen kell igényelni külföldi importtal, tehát ezeket a termékeket, a Sativexet például Angliából lehet behozatni, de erre nagyon nincsen precedens itt Magyarországon, mert hogyha az orvosok meghallják, hogy kender, cannabis, CBD, THC, akkor onnantól kezdve húznak egy falat, nem ismerik el, nem is akarnak róla hallani. Nagyon régóta próbálok keresni Magyarországon egy olyan orvosi tímet, illetve összerakni egy olyan orvosi tímet, akik ténylegesen a szaktudásukkal mögénk állnának, és nyomon követnék azt a progressziót, amit mi javasolunk betegeknek, de ez egyszerűen... Hát nem fog menni ez, amíg még nem mondják azt, hogy ez el van ismerve orvosilag, addig az orvos sem ismerheti el hivatalosan. El van tehát ismerve, az nem, orvosilag nem el van ismerve. Hát csak a Magyarországon. Ezt akartam mondani, hogy a magyar kormányban van egy-két ember, aki egyszerűen nem akarja elismerni, és ezért nem jut el az információ, nem, megközelítem máshonnan. Ha te tudnád, hogy orvosként az az egzisztencia, amit felépítettél, az a semmibe tud beszélni egy pillanat alatt, csak azért, mert elkezdesz lobbizni a kanabisz mellett, akkor te lobbiznál a kanabisz mellett. Így van, nem lehetsz. Ennyi. Úgyhogy én tudom, hogy vannak olyan orvosok, akik igenis nyitnának a téma felé, főleg a fiatalabb, olyan orvosok, akik igenis eredményt akarnak felmutatni, lennének ilyenek, de nekik is ugyanúgy megvan kötve a kezük, mint az enyém, hiszen én sem tudom végezni úgy a munkámat, ahogy megtanultam, mert az arányokkal nem tudok játszani, csak ja. CBD-vel le vagyok korlátozva. Az orvos már még a CBD-t se tudja a kezébe venni, mert
nagy valószínűséggel tudjuk, hogy mi lenne a vége. Ja. Ja, ez így van. Itt valaki mondta, hogy az öregek azok úgy állnak hozzá, hogy kábítószeres. És igen, ez kurva nagy probléma. És a másik kurva nagy probléma az meg az, hogy az alkoholhoz amúgy meg nem úgy állnak hozzá, hogy az kábítószer. De hogyha azt mondják a fűre, hogy ez egy nagyon-nagyon rossz drog, akkor el kell ismerni azt is, hogy az alkohol az rosszabb, szerintem. Rosszabb kábítószer. Hát pszichoaktív szerek veszélyességi listáját, ezt az alkohol vezeti. Aztán utána jön a heroin, kokain, metamfetamin, tehát hogy a legpotensebb idegméreg, ami sejtszinten öli az emberi szervezetet, az az alkohol. Ugyanúgy hozzáférnek a fiatalkorúak, és nem kell ide beírni, de biztos, hogy van olyan néződ, aki 18 év alatt ide már legalább egyszer berugott. Magyarországon elég sok ilyen ember van amúgy, főleg, hogyha a szülő még akár adja is a piát. És tényleg figyelj, 2002 óta tudom igazolni, hogy kanabisszal érintkezem, mert ott ültem a rendőrségen. Nyilván nem az első cigarettámmal buktam meg, úgyhogy, de onnantól számoljunk, ez most ides tova 22 év. Elbeszélgetek bárkivel, aki az elmúlt 22 évében napi szinten alkoholt fogyasztott, hogy hadd nézzem meg, milyen állapotban van, milyen tervei vannak, milyen motivációi, milyen ambíciói, milyen az intellektusa. Keressél nekem egy ilyen embert, aki nyíltan vállalja, hogy ő 22 éve napi szinten iszik, hadd beszélgessek vele, hadd mutassam meg mindenkinek, hogy legális, illegális. Illegális. Úgyhogy reagálva erre, hogy az idős emberek így állnak hozzá, azt ne felejtsük el, hogy ezek az idős emberek is lesznek betegek, nem kívánom senkinek, de nagyon sok olyan probléma van, amire a kanabisz a létező legeslegjobb megoldás, de ezek az idős emberek előbb-utóbb el fognak jutni odáig, hogy már annyira idősek lesznek, hogy nem lesz döntésszavuk, nem náluk lesz az erő, és akkor tudunk jönni majd mi, fiatalok, akik igenis látjuk, akár a nemzetközi trendeket nézem, vagy csak kinyitok egy nemzetközi tudományos folyóiratot, bazd meg egy orvostudományit, akkor abban ott van, hogy kanabisz így jó, úgy jó, amúgy jó. Ezt nem lehet a végtelenségig húzni. Nagyon sok embernek van beteg hozzátartozója, főleg Magyarországon, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt nem lehet már a végletekig húzni, ja. Hogy Európában mindenhol. Sőt, így, hogy bekerült az európai gyógyszerkönyvbe a kanabisz virágzat az összes létező hatóanyagával, így be kell kerülni a magyar gyógyszerkönyvbe is. Hát ezt nem csinálhatjuk meg, hogy bámol a gyógyszerkönyvbe, Európában mindenhol ezzel gyógyítanak, a tengeren túlon, Kaliforniában már 92 óta legális a gyógyászati kanabisz. Meg a rendes is most már nagyon régóta. Sőt, Kaliforniában, amikor legalizálták a kanabiszt, az összes rabot kiengedték a börtönből, akit addig kanabiszfogyasztás miatt, vagy kanabisszal összefüggésbe hozható bűncselekmény miatt kiengedtek. Mert rájöttek, bocs, hülyék voltunk, menjetek haza. Tehát, hogy ettől mi fényévekre vagyunk, pedig 92-ről beszélek. Ez nem most volt. És ami a legnagyobb fájdalmam, ez most kristályosodott ki bennem, hogy mi magyarok egy annyira találékony, egy annyira... Az én olvasatomban a magyar emberek azok annyit hozzátettek ahhoz, hogy fejlődjön a világ. Olyan jó tudósaink vannak, olyan jó kutatóink, hogyha most még az elején, ugyanis azért az elején vagyunk ezeknek a kanabisz kutatásoknak, hogyha a magyar tudósok ténylegesen tudnának ezzel foglalkozni, akkor biztos vagyok bent, hogy Magyarország rövid időn belül a kanabisz kutatások egyik fellegvára tudna lenni. És ez az egyik nagy szívfájdalmam, amiért rossz érzésem van, hogy hadakoznom kell, meg arról kell beszélnem állandóan, hogy így a magyar kormány, meg úgy a magyar kormány, amikor magyar zászló alatt versenyzek 7 éves korom óta, 8 éves koromban már Belgiumban képviseltem Magyarországot, onnantól kezdve elég komoly szinteken képviseltem a hazámat, mint edző, mint versenyző, és ez egy olyan kettős érzetet ad, hogy kint külföldön magyarok, tehát a hazámat képviselem, hazajövök, meg a saját hazámmal, a kormánnyal kell veszekednem, hogy nehogy már. Úgyhogy érdekes egy történet, ez a magyar kanabiszos gyógyászatos történet. Több nyugdíjas lenne a kormánynak, az nem jó. Hát igen, ugye a demográfiai adatok. Ugye Magyarország az egy ilyen kis... Egyre több az idős, egyre kevesebb a fiatal. Ja, ez így van. Igen, és ez nekünk lesz teher, ez tény, de most miért szenvedjen bárkinek a mamája, hogyha nem muszáj? Tehát, hogy én abszolút innen közelítem meg ezt az egészet, hogy egyszer nem muszáj átélni, biztos volt már neked is komoly fájdalmad, bármit megadtál volna azért, hogy elnyűlhessen, és sajnos van is nagyon sok olyan kórállapot, amire a modern orvostudományi gyógyszerek nem hatnak, viszont a kanabisz meg igen.
fantomvégtag fájtalomtól kezdve még sorolhatnám. Sem értem, hogy miért kell hagyni embereket szenvedni, amikor minden ember egyenlő. Tehát, hogy ezért nem értem meg, hogy miért van pár ember, aki felsőbbrendűnek képzeli magát, és hagyja, hogy mások szenvedjenek, amikor nem lenne muszáj. Nem muszáj nekik. De hát legális kéne, hogy legyen. Itt kérdezték, hogy teljesen egészséges lett ez a srác, hogy hát úr. Okay. Hát egy jelenleg tünetmentes, azt ugye nem lehet kimondani, hogy igen, jelen pillanatban a tüdejéből teljesen eltűntek a daganatos részek, csont, tehát áttétje volt csontra, a csontokból is teljesen felszívódott a daganat, sőt már a daganatoknak a helye is kezd visszaépülni, tehát a csontosodási folyamatok is elindultak, ez az orvostudomány állása szerint elképzelhetetlen, volt eddig a pillanatig. Ja, mégis sikerült. Őszinte legyen a szélrel szembe. Ja, körülbelül, de jó. Igen. Mit szólsz ahhoz, hogy használhattad ezeket a szereket? Jó lett volna Magyarországon is használni ezeket a szereket? Mi az álláspontod erről? Én nagyon hálás vagyok. Nagyon hálás vagyok érte, és jó lenne, hogyha a sorstársaim is hasonló segítséget kaphatnám. Egy ember már kapott. Úgy gondolom, hogy mindenki megérdemli azt, hogy tovább élhessen. Még itt van egy videó, erre át is menjünk, vagy átrakjam nagyba? Figyelj csak, itt ez a termék, tehát hogy összeszedtem azokat a Kender termékeket, amik amúgy forgalomban vannak Magyarországon, tehát nem mindegyik van forgalomban, de amúgy forgalomban lehetne. Aztán nagyon kevés volt a megtekintés, összevágtam egy kis előzet, vagy hát összevágtam egy kis lényeget, de megmondom őszintén, most ezzel nem is húznám már tovább az időt. Inkább megmutatjuk őket ilyenrel. Nem megmutatjuk, mert amiket a videóba, amikről a videóba beszélek, azok nem szerepelnek ebbe a dobozba. Úgyhogy tényleg, ha valakit érdekel, hogy milyen magyarországi gyógyászattal kapcsolatos termékek vannak elérhetőek itt Magyarországon, akkor azok nézzék meg a Fűdejó csatornáján ezt a videót, és akkor ott, mivel nagyon sok olyan termék kimaradt ebből a videóból, itt tényleg csak a gyógyászatra próbáltam koncentrálni, de ezért Farkas Attila jó barátom, a Kender térnek a tulajdonosa, több projektet is csinálunk együtt. Megkértem, hogy egy kis lemám leböklek véletlenül. Fú, csak bár nem. Mondjuk felét csinálom, inkább téged, mint magamat. Na, az jó ötlet. Úgyhogy Attilát megkértem, hogy rakjon össze egy kis csomagot, hogy milyen olyan Kenderből, illetve cannabisból, ez mondom egy és ugyanaz, termékek vannak forgalomban, illetve miket lehet kapni. Úgyhogy most, hogy kibontottam neked, így kezd el így kifele pakolni. Én sem tudom, hogy mi van bent, tehát hogy én sem tudom, hogy mi van bent. Horváth Sándor írta, Ausztriában automatában lehet venni ezeket a cuccokat. Az viszont bebaszó, az viszont átbaszó sem úgy, tehát THC-sat biztos, hogy nem. De például egyik havarom küldte, hogy ő H4 CBD-t vett, és az se jó, szerintem. Az is egy ilyen szintetikusan előállított valami. Hűha! Ha! CBD-s kávé. Vagy 100 mg. De mi ez? 10 mg van egy tüzébe. Különösen sincs. Aha, igen. Ezt rendesen lehet tenni a kávéskébe. Van CBD-s gumicukor. Na, szakos. Gummy bears. Kocsoljuk meg. Sima. Ez meg. Mango. Bubblegum. Rágó. Rágó. CBD-s rágó. Ez is az. Milyen íze van? Veszek én is egyet. Az kettőre. Kenderes íze van. Az bajnálom a kender meg az édesség. Az... Ugye? A hatással ilyen. De amúgy a HHC-s gumicukornál sokkal finomabb, amit ettem. Meg az nagyon rossz volt. Kicsit olyan fokrém íze van. Amúgy gyerek fokrém. Még egy kávé? Vaníliás? Még egy kávé, ja. Ez... Ez is gummy bear, ez erősebb. Ja nem, ez is 300 mg most. Ugyanolyan lehet, mint az előző? Ha, van benne nyalóka is, annak az íze más. Nyalóka. Ha megkóstoljuk ezt is. Az úristen, hát nagyon sok szajré van ebben. Peppermintes rágógumi. Aha, lengyelő van. Aha. Hemp soap with hemp oil. Kézmosószappan. De abban is CBD van? Szerintem ebben nincs CBD, csak kenderolaj van benne. Mivel nem látom, hogy rá lenne írva a CBD van tartalom. Szokam. Persze. Na ez... Ez is kávé... Ez kávé... Bab. Ebben konkrétan kávé bab van. Aha, na.
azért kérdeztem, hogy van-e bent CBD, mert ezek azok a termékek, ha akartok venni bármit, tehát bármilyen olyan terméket, amitől reméltek bármiféle gyógyászati vagy akármilyen hatást, akkor azt mindig nézzétek meg, hogy tartalmaz-e hatóanyagot, mert ebben sincsen hatóanyag, hanem a kendermagnak az olaját belekeverték egy kézmosószappanba, rátették a kanabiszlevelet, aztán mindjárt visszaélnek azzal, hogy... Hogy az ember azt hiszi, hogy van benne THC, és nincsen benne, neked is volt vagy már olyan. Bármilyen hatóanyag, de... Nagyon sokszor. Csak olyan terméket vegyetek mindig, amiben feltüntetett hatóanyagtartalom van, és nem kanabiszlevél csak rárakva, jó? Ez egy fontos momentum mindig. Igen, 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 ez tényleg... Ez is CBD-s gumicukor, ha jól látom. Van még... Úristen, nagyon sok minden van. Ez CBD-s csoki, ez egy tábla csoki. Még több nyalóka. Ez brownie. Sóskaramellás brownie. Ez is ugyanaz, szerintem. Ja nem, ez blueberry haze. Ez, ha ezt nem mondod komolyan. Tészta! Nem, ez se CBD-s tészta szerintem, csak olaj van benne, azt olvasom. Nem, azt várja, itt most erről viszont beszélnem, vagy szeretnék beszélni, ugyanis... Nem, CBD nincs benne. Tésztában nem kell, viszont ez a kendermagnak a lisztjéből van, 93% fehérjét tartalmaz, ezek viszont nagyon-nagyon jó dolgok. A kenderlisztből készült termékek, ugyanis a kenderfehérje, kenderliszt meg a kenderfehérje, az követők ugyanaz. Annyi, hogy a kenderliszt az már finomabban van szűrve, hogy a magból a kis kemény darabkák nem maradjanak vissza, de azt tudni kell, hogy ez teljes értékű a hús, illetve minden halfehérjével. Egyik nagy tervem, hogy egy olyan kender alapú fitness termék családot tudjak létrehozni, ami az összes vegetáriánusnak, vegánnak, mindenkinek biztosítani fogja az optimális szükségletét, amire a szervezetének szüksége van. Úgyhogy ezek a termékek nagyon jók, ilyenben ne keressetek hatóanyagot, meg ebbe kendermagolaj se lesz szerintem, de azok a tészták, illetve azok a fitness termékek, amik kendermagból vagy kenderlisztből készülnek, azok mindig nagyon magas minőséget képviselnek. Crunchies. Aha. Vanília valami. Szerintem ez egy kender mag lesz megpirítva, ami be van vonva egy ilyen vaníliás, fahéjas kis ilyen snack. Nem, Milán, ezeket nem ő csinálta, ezeket még ő se látta. Ez egy ajándékcsomag. Erre kíváncsi vagyok, nagyon. Megbontál? Mutasd meg nekik a kamerából, mondja, dobozt már. Nyugodtan, mutasd meg. Nem, ezeket nem én csináltam, de hogyha... Ha eljön az idő, hogy konkrét jogszabályok fogják megmondani, hogy mit szabad, hogyan szabad és meddig szabad, akkor amit most itt láttuk, az mind lesz saját fű, de jó sebbe, egészen biztos vagyok. Ez tea szerintem, ha jól látom, igen. Ez meg tea. Ezeket honnan vettük? Ezek honnan jöttek? A kender, kendertér. Kendertér? Kendertér. www.kenderter.eu. Jó, nagyon sok ez olajat, tehát ott tényleg találtok mindent, kérdezzétek, hogy honnan érdemes CBD-t vásárolni. Nagyon jó barátomnak a cége, együtt dolgozunk tényleg több projekten. Attila mindig ad a minőségre, ő sose ad ki a kezéből olyat, ami megkérdőjelezhető lenne. Már mondjuk ez a krém egy kicsit csalódás volt. Hát igen, magas. Ez mi? Amely, az ilyen pasztilla, hogyha fáj a torkod. Aha, szokulatos. Illetve... Fáj a torkod, akkor azt láttam ezt konkrétan én is pont, amikor egyszer begyulladt az egyik hókorizás közben a torkom, a sima pasztilla. Ja, itt van még több gumicukor, ez is CBD, és itt még kaptunk 2 darab süteményt. Ez az én? Ó, bocs, az nem a tiéd. Nem? Ez egy másik Attila barátom. Kérte. A stáb? Tessék. De mi az amúgy? De mi az amúgy? Azt meg tudjuk azért? Persze, ez egy... Beszéltem a terpénekről, ugye? Ja. Figyelj, ide fújok egy picit, külni? Hogy ne menjen rá a... Nagyon jó. Mi ez a kanabisz illat? Kanabisz terpének vannak bent ebbe az illatosítóba, úgyhogy ha ezzel befújkálunk, amúgy ez egy saját hempites fejlesztés pont. Ez izé... Ez ehető. Ez csoki, ugye? Úgy néz ki, mintha izé... Ez nagyon kemény. Virgyó lenne, úgy néz ki, mint hogy a szajré lenne benne, de amúgy ez csoki. Tehát, hogy ez csoki, ezt az OG's csinálja egy spanyol cég. Én is, amikor először kim voltam Expo, amikor először megjelentek
Talán Berlinben a Mary Jane-en? A kóstold meg, nyugodtan. Meg kell néznem, kölyök. De durva, úgy néz ki, mint hogyha buga lenne, ugye? Úgy néz ki, mint hogy sár lenne. Lenyel közöbb nem tudom tenni, de tényleg full úgy néz ki. Ez nagyon vír lesz megenni. Ausztriában hát minden. Ez kurva jó. Finom? Aha. Jó? Nem fő íze van. Kurva jó. Én kekszes csoki íze van. Fú. Mi az, hogy fú, de szar? Fú. Én nekem adja. De rossz reklámot csinálok az Attilának. Olyan fog kamuzni, bazzasz. Szerintem finom. Szar, akkor szar. Szandra, kóstold már meg. Jó, hát kóstoljátok már meg. Még van CBD gumi, Maci. Hát annyi minden van itt, hogy ez hihetetlen. De azt hiszem, hogy ez mind más gyárt. Még több. Ez CBD-s coconut oil. Ja nem. Nem, ebben is sütik vannak, csak coconut van benne. Hűgeci, ezeket itt mutogatjuk, nem ám izé kibannolnak Twitch-ről. Csak nem. Csoki miatt. Bár hát, nem de nem úgy néz ki, mintha csoki lenne. Nem lepődök mondjuk már meg semmi, de... Most érted, ezt TikTokon belobálnád, akkor viszlát lenne konkrétan. TikTokra egy videót töltöttem fel, egy életre kitiltottak. Azt most ígyszer kívül. Az a legjobb, tényleg. Jó, ennyi volt amúgy a csomagot, sós karamellás. Na hát igazából ennyivel készültem volna most így. Bár. Tényleg, hogyha van valakinek kérdése a témával kapcsolatban, yes, akkor ha van róla információ, akkor most meg itt vagyok. Az, hogy valaki korán kezdje el használni a THC-t, az nem hordozza magába az, hogy önneki biztos, hogy lesz bármiféle problémája. Itt ugye a kockázat, ami a lényeg, hogy belepiszkálhat, de ez nem feltétlenül fog megvalósulni. 14 éves korom elején fogyasztottam az első cigimet, mondom, az konkrétan 2001 eleje volt valahogy így. Én sem érzem, hogy okozott volna bármi problémát, de ettől függetlenül senkinek nem javaslom, mondom, hogy 18 év alatt. Aki még sose próbált még ilyen CBD-s cseppet, annak miért ajánlak? Hát az emberfüggő. Ja igen, itt van még egy ilyen is. A terpénekről már annyit beszéltem, mert most befújtam ide ezt a terpénes frissítőt. De azt el sem mondtad, hogy mi az amúgy neki. Most ez a videókban el lehet mondva. Szagér, meg illatér. Igen. Ízér felelős. Ezek már egy olyan új keletű CBD-s olajak, ez a hempites termékcsalád, hogy mutassam, hogy látszódjon. Ez konkrétan a fókuszt, nem is, ez a kreativitást hivatott fokozni. Ugye vannak maguk a hatóanyagok. Vegyük a CBD-t, vagy nézzük a THC-t, tök mindegy, nézzük mind a kettőt. Van többféle fajta cannabis törzs, mégis tök más, hogy hat mindegyik. Valamelyik törzs kapsz egy lendületet, egy szellemi frissességet, míg egy másik fajta teljesen elálmosít és bódultá tesz. Nem megy a link, miért nem? kendertér.eu. Ezek a cannabis törzsek, ezek azért hatnak másképpen, mert más a terpén profiljuk. Ugye mind a kettő ugyanazt a hatóanyagot, mondjuk THC-t tartalmaz, akár ugyanakkor a mennyiségben is. Tehát ha nézek egy 5%-os vagy egy 15%-os, legyen egy 20%-os Gorilla Glue, amely nagyon erős indika fajta, annak teljesen más a terpén profilja, mint mondjuk egy Amnéziának, vagy egy Critical Jacknek, vagy egy Cinderella 99-nek, amik ilyen nagyon erős szatíva fajták. Azért pedig mind a kettőben THC van. Ja, ja, ja. Mégis máshogy hat. A terpén profilok miatt. És most kidolgoztunk egy olyan termékcsaládot, amiben 5 különféle terpén profilt raktunk, ezek már saját magunk által kevert terpén profilok. És most neked hoztam amúgy egyet, ami a kreativitást hivatott fokozni, és ezek a termékek már nem is cseppentős formában vannak, hanem spray for az amnézia. Az kamerám, hogy kikapcsoltam. Azért mondom mindig az amnéziát, mert nekem az amnézia az egyik kedvenc olyan fajtám lehetne, hogyha legális lenne Magyarországon ez az egész, aminek a terpén profilja nekem annyira sajátomnak érzem, annyira nagyon jól tudok vele működni ezzel a terpén profillal. Amúgy van egy spanyol cég, ők több mint 50-féle fajta cannabis terpén profilt árulnak. Rajtuk keresztül kísérletezek már nagyon régóta. Mit mondasz, milyen az íze? Több füves. De amúgy nem rossz. Használtál már sima CBD olajat? Te amúgy valaha? Persze. Annak volt egy ilyen nagyon földes, hát egy ilyen, mindom, csak annak tényleg ilyen nagyon, ez jobb. Lekaszálod a füvet. Ez sokkal elviselhető. Igen, azért, mert ez a terpén. Nagyon keserű az utóíze amúgy, de... Hogyne. De jó, érzem benne hatóanyagot, 1350 mg. Úgyhogy ezt a termékcsaládot tudom úgy javasolni, hogy ténylegesen a feltüntetett hatásmechanizmus van fókusz, erő, kreativitás, valami az immunrendszert erősíti, meg van, ami a pihenést segíti elő.
Ezek már olyan termékcsaládok, ahol célirányosan tudtok keresni, de utáluk reklámot csinálni, mert nem ez az első, tehát hogy engem a CBD értékesítése kezdetek óta is nagyon-nagyon-nagyon hidegen hagy, sőt a legtöbb veszekedésem általában CBD értékesítés miatt volt, pont azért, mert nem akarok benne aktívan részt venni. Én magának az ügynek szeretnék reklámot csinálni, tehát én azért lobbizom, hogy emberek tényleg hozzáférhessenek azokhoz a hatóanyagokhoz, amik visszaadják az egyszerű kis életüket, nem pedig terméket akarok eladni. Ez egy nagyon fontos momentum, amit szeretnék megosztani. De mivel kérdeztétek, a Kender téren megtaláljátok ezeket a hempites termékeket. Használattal kapcsolatban meg van egy doktorunk, aki a Kender téren segíti a felhasználási javaslatokat eljuttatni az egyénekhez, úgyhogy ha itt vásároltok ilyen terméket, akkor úgy tudom, hogy fogtok kapni hozzá majd egy segítséget, aki elmondja, hogy mit, mikor, hogyan és miért. Na, az mondjuk nagyon jó. Ez lenne fontos, ugyanis nagyon sokan értékesítenek ilyen termékeket, és a legnagyobb problémám az értékesítőkkel, és sem akarok belepiszkálni a magyar kanabisziparba, de sok olyan eset van, amikor az értékesítés mindenek felett az, hogy a tanácsadás része, hogy ténylegesen nyomon legyen követve egy betegnek az állapota, vagy már maga az ajánlás, ahol megkérdezzék, hogy milyen gyógyszert szed, milyen kezelést kap azzal, hogy lehet összekombinálni, hogy sem lehet összekombinálni. Nagyon sok olyan eset volt, amikor majdnem ájulást, azért tudom, mert sokszor megkeresnek olyanok is, akik már használtak valamilyen másik terméket, és ha kérem, hanem beszámolnak a negatív tapasztalatokról, vagy az értékesítést, vagy a minőséget, vagy az ajánlást illetően, és nagyon sok olyan eset volt, amikor magas vérnyomásosok majdnem elájultak, mert annyira lement a vérnyomásuk, hogy reggel bevették a béta blokkolót, arra fél óra múlva rácsepegtettek. Ez a kettő olyan szinten visszaveszi a vérnyomást, illetve a pulzust is, hogy ájulás közeli állapotok történhetnek meg, úgyhogy ez az egyik nagy probléma jelen pillanatban szerintem a magyarországi CBD-iparral, hogy se a minőséget nem ellenőrzi senki, se a felhasználási javaslatokra, nincs egy olyan protokoll, ami... Nincs senki, akivel tudsz konzultálni, hogyha mondjuk faszom, hogy milyen gyógyszereket szedsz, stb., hogy azokkal egyáltalán kompatibilis-e vagy, hogy te hogyan működhetsz, hogy mennyi időt kell eltöltsél a kettő között, hogy beszeded őket. Így van. Stb. Mert ez problémát okozhat azért. Tehát, hogyha valamilyen olyan gyógyszeretek van, mit tudom, ilyen antidepresszáns például, azzal nem feltétlen jól tud együttműködni. Kérdeztem úgy, hogy fiatalokra a marihuána fogyasztás az mennyire káros, hogy több káros hatása van, mint pozitív, nem? Azt kérdezte. Megint csak azt tudom mondani, és azért nem akarok részletekbe belebocsátkozni, mert tudom, hogy azért, illetve ha most még nem is, de előbb-utóbb egyre többen fogják azért nézni a videóimat, hogy hibát találjanak benne, hogy ki tudjanak kezdeni. 18 év alatt senki ne fogyasszon kanabiszt, semmilyen körülmények között. De ha ez mégis megtörténne, akkor ez mindenkinek az egyen szuvenír joga, meg a saját szervezetének az adott reakciója, hogy erre majd hogyan fog reagálni. Jönnek elő negatívumok, nem jönnek elő negatívumok. Azért azt megfigyeltem, hogy azok a kanabiszfogyasztók, akik mellette nem sportolnak, vagy nem, tehát a fizikai aktivitásuk szinte nullás, és nagyon sok kanabiszt fogyasztanak, egy idő után dekoncentráltak lesznek, lusták lesznek, antiszociálisok lesznek, tehát hogy nagyon sokat beszélek a pozitív hatásairól a kanabisznak, de mint mindennek, ennek az éremnek is kettő oldala van. Ha a mérlegre kéne emelni a pozitív és a negatív hatásokat, akkor ez nem is kérdés, hogy merre fele billenne ez a mérleg, de 18 év alatt mindenki tartózkodjon kanabisz használattól, legyen oly kedves, köszönöm. Ja. Azért fogyasztják 18 alatt, mert azt hiszik menő, meg ezt látják a neten rapperektől. Rottul nem menő, nem azért fogyasztjuk, mert menő. Hát igen, persze, aki azért fogyasztja, az nem túl jó, meg hát nem is vet jó fényt a fogyasztóknak a többi részére, aki például nem azért fogyasztja, meg nem azt akarja, hogy most ő kimegy ezzel menőzni, meg a zenében mondjuk ezt mondja Colgate, meg az Inko, meg a hasonlók, és akkor sok kisgyerek meg eltanulja ezt. Ez nyilván nem egy jó dolog. Mi sem ezt mondjuk, hogy ez egy jó dolog. Mi azt mondjuk, hogy ezzel lehet gyógyítani, és kibaszottul nagy eredményeket lehetett ezzel elérni, és aki ezeket az eredményeket nem ismeri el, az vak. Azt gondolom, hogy azért nem lehet flexelni azzal, hogy valaki kanabisz fogyaszt, vagy főleg, hogy hú, mennyit. Az a szellemi és fizikálisan is sérült ember, aki
innen ideig el tudja tenni a kezét, az képes elfogyasztani ugyanúgy kanabiszt, tehát ez nem lehet alap arra, hogy én ettől menő leszek, amikor tényleg, bocsa példáért, de egy nyomorék ember is. Bárki. Bármennyit. Tényleg, bárki lehet, hogy tehát, hogy ez, de tudjuk, hogy vannak a trendek, tudjuk, hogy meg kell felelni, de ettől senki nem lesz menő, hogy kanabiszt fogyaszt, főleg a mai világon, amikor ez már nem egy kuriózum, maximum Magyarországon. Az amnéziának milyen hatása van? Tehát az a terpénprofil, amivel az amnézia rendelkezik, muszáj így fogalmaznom. Az a kreativitást, illetve a testi finom motorikát, nekem sportoláshoz jönnek nagyon jól ezek a terpénprofilok. Amikor fent vagyok a hegyen, és mondjuk tényleg 110-zel jövök le, ott egy pici hiba, ott annyira egyé kell válnom azzal, amit csinálok, annyira egyé kell válnom a közeggel, hogy az amnéziának a terpén profilja hozza meg azt a fókuszt, azt a csőlátást, azt a csőérzetet, azt a, nem is tudom, hogy megfogalmazni, mint amikor a Dragon Ball-t, nem tudom, láttátok-e? Biztos, mint amikor átváltoznak ilyen szuper csillagharcossá, és jön egy ilyen plusz, hogy még jobb vagyok, még ügyesebb vagyok, még jobban ott vagyok. Szuper csillag Józsi. Tehát, hogy így van. Az amnéziának a terpén profilja az nálam így szokott hatni leginkább, de ez is szervezet függő, mert van, akit meg dekoncentráltá tesz, ezért nem mindegy, hogy ki melyik fajtával hogyan tud kísérletezni, mert ez egy hosszú út, amíg az ember eljut odáig, hogy tudja, hogy mi az, ami neki megnyugvást hoz, mi az, ami neki lendületet ad, mi az, amitől majd jót tud aludni. Ez egy hosszabb keresgélés lenne, de erre csak akkor lesz mód és lehetőség, ha szabályozottan bemész a boltba, és azt mondod, hogy oké, egy lemon pie-t kérek, vagy egy akármit. Ja, igen, hát az nem mostanában lesz. De ha lesz, akkor én ott leszek, és én bármit adok, amit kért. Na, ennyi. Nagyon nagy. CBD és tápkiegészítőt fogtok csinálni? Igen, pont ezt mondtam, hogy szeretnék. Táplálékkiegészítésről volt szó. Szeretném, hogyha... Igen, összejönne is lenne, igen. Kenderfehérje lesz. Gémódosított zöldekről. Gémódosított zöldek, most... Ez 30%-os THC tartalomnál többre gondol, hogy ami természetesen már nem jön ki a kenderből. Aha, ugye ezek a PGR, vagy mi a neve annak Azt nem tudom, hogy csinálják. Annak a szintetikus tápnak, ami, de ez inkább csak Amerikában trend, hogy ezek ilyen olyan szintetikus tápok, illetve olyan szintetikus trágyák, amik olyan szintű potenciált meg hozamot hoznak a kanabiszba, ami annak, aki eladja meg, tehát azért termeszti, hogy eladja, az nagyon jó, de nagyon sok káros, negatív hatása van. Én Európában, főleg Magyarországon még nem találkoztam, még hírét sem hallottam annak, hogy lenne ilyen. Semmi. Szerintem nem is lesz. Ha erre gondoltál, akkor mindenképpen káros, tehát egyértelműen káros az egészségre, ez teljesen egyértelmű. Véleményem a THC-alkohol kombóról, hát egyáltalán nem javaslom, de ha mégis ilyen kombinációt akartok, akkor először menjen a joint, és utána az alkohol, mert hogyha részegen beszívtok, most nem tudom máshogy mondani, az katasztrófa, világvége, az a létező egyik legrosszabb állapot, amit ember el tud érni saját maga által, úgyhogy részegen semmiképpen se fogyasszatok THC-t, mert ez biztos, hogy hányás kőkemény, rosszul lét lesz belőle, az biztos. Itt a nyalóka, és kérdezték, hogy létezik-e. Itt van. Rövidebb a memóriát, tényleg rontja a fű? Hát igen. Most mondta Józsi, hogy igen, de az visszajön. Átmenetileg, amíg hat a THC, vagy amíg hat a cannabis, addig a rövidtávú memóriára rányomja a bélyegét, de ahogy kitisztul a szervezet, elmennek ezek a hatóanyagok, a memória egyből ugyanúgy visszaáll, és mint mondtam, ez hosszú évtizedes használat után is így van, tehát hogyha mondjuk én, aki 20x éve különböző fajta kanabinoidokkal segítem a sportfelkészülésemet, már rájöttem arra, hogy átmeneti állapotok ezek, egyszerűen el van túlozva minden, ami arról szól, hogy agyonijesztegetik vele a magyarokat, hogy tönkreteszi az agyad, elbutulsz. Uh-huh. Ezek mind csak átmeneti állapotok, és rövidtávú memória is egy ilyen. Voltam már rosszul cigitől, Józsi. Nem volt még rosszul szerintem soha, mivel nem fogyasztunk semmi illegálisat. Semmi illegálisat nem fogyasztunk, ilyen nem történt. Mentünk ki hókorizni, és ezek CBD-s. CBD-s szajrek voltak. De volt nálam vagy 7 vagy 8 féle, egy külföldi cég küldte őket, hogy itt van, ezek vannak, nézzük meg. Volt köztük azt hiszem egy 60 vagy 70%-os murrok, tehát hogy azért voltak benne komoly, potens dolgok. Úgy voltam vele, hogy mindegyiket megnézem.
Hát az utolsót, ezt még a silift előtt nyomtam el úgy, hogy már be voltam öltözve, beléptem a sí kabinba, és ez egy zárt kabin volt. És éreztem, hogy fú, de rosszul vagyok. Verabiz. Levettem a kabátot, aláöltözetet, mindent. Tényleg iszonyatosan locsogott a víz. Találtam egy ilyen pici kis ablakot, egy nyílás, ahol le tudtam húzni, mert hogy friss levegőhöz jussak. Lehúztam, odaálltam, és ez a... Aha. És éreztem, hogy megtellett hányással a szám. Csak azért nyeltem vissza, mert három darab 12 éves osztrák kislány áttőlem 20 centire így. Mondom, hogy ha én itt teliberókázom az összeset, akkor egy életre erre a pályára kitiltanak. Lehet rosszul lenni, én is voltam, leszek is még szerintem. Ez a legtöbbet magamon kísérletezek, azért ezt valljuk be. De úgy senkinek nem ajánlok semmit, hogy én azon nem mentem át, vagy a közvetlen környezetem. THC-től ez meg még durvábban elő tud jönni. De tényleg láttam már embereket nyilvánosan is kocsmákba több órára ilyen Superman állapotba rakni magukat. Ja, úgyhogy, én is láttam. Úgyhogy igen. Ez az alkoholtól is, a THC-től is meg tud történni emberekkel. THC-től ilyen zavarással. Jókat lehet kajálni a THC-től, ez biztos ugye kapásból leveri a vércukrot, egy csomó olyan életleni folyamatot beindít, ami az éjségérzetet fokozza, ezért is vannak ezek az óriási nagy flamózások, ugarippák után, mert igen, megéhezik tőle az ember. Tisztelt, hogy mi a véleményed arról, hogy egyes embereknél maradandó szorongást és pánikbetegséget okozhat? Az a véleményem róla, hogy ez real, ezek tények, akiben lappangó skizofrénia, az a másik, pánikbetegség azoknál sajnos tud maradandó kárt okozni, ez ilyen, úgyhogy igen. Úgyhogy ez valakinek lappangó, akkor ez előjöhet később is. Ez elő is lehet, fog jönni. Ez az, tehát, hogy ez az életed során valamikor így is, hogy is elő fog jönni a szorongás. Tehát véleben el tudsz felkezdeni küzdeni, hogyha előhozta a fű. Ezt így kell felfogni, máshogy nem tudod felfogni. Úgy magára a szorongásra, jó, itt tényleg csak a pánik. Ez a nagyon... A pánik. Ugye aki pánikrohamra hajlamos, ugye úgy kezdődik a pánikroham, hogy jön egy erősebb szívverés, jön egy kicsit zihált légzés, és a THC-t, ha valaki szív, akkor mik a tünetei a THC-nek, emeli a pulzust, felveri a szíved, kicsi légszomj, az elején mindenképp, főleg, hogyha dohánnyal szívod, és már azt hiszed, hogy jó, pánikot kapok, és már meg is kaptad a pánikot. És van a pánikrohamja. Cukorbetegként, van több cukorbeteg kliensem, itt a videó elején láthattunk egy fiatalkorú jégkorongozót, ő például az egyik ilyen volt, vagy hát a streamnek a várakozójába betettük azt a videót, de ez megint olyan, hogy én nem tudom senkinek sem megígérni, hogy már pedig igenis ez így és úgy jó lesz. Sajnos a kanabisszal való gyógyászat az pont ez a terület, ahol nincs, mint egy penicillinnél, tehát egy antibiotikumnál, hogy testtömeg kilogramra viszonyított dózis. Van egy emberi enzim a szervezetben, ez többféle fajta mutációban van jelen, ez az enzim felelős a hatóanyagoknak a biohasznosulásáért. Amíg valaki hiperérzékeny, tehát olyan mutációval született, hogy 1-2 mg is csodákat hoz, addig valakinek, aki rosszabb mutációval született, most nagyon leegyszerűsítem, annak lehet, hogy a 200 mg is kevés. Ezért van, hogy ha mondjuk van egy 10 fős társaság, akik ugyanazt a jointot szívják el, az egyik nem érez semmit, az egyik összehányja magát, mert túltolta magát, az egyik pánikrohamot kap, de a harmadik nevetőgörcsöt kap, és még sorolhatnám. Ez mind azért van, mert mindenkinek a szervezete máshogy reagál ezekre a hatóanyagokra. Igen, és azért van ennyiféle terpén profil, hogy lássan őket tesztelgetni. Kinek mi a jó? Appá, belejössz a végre. Belejövök. Ennyi. És ez egyből jobb, mint a cigi. Ez is egyéni preferencia szerintem. Hát ez a legveszélyesebb beviteli módszer, mert amíg mondjuk jointnál érzed, hogy hú... Úgy a felénél lányomnál. Hú, köszönöm, mert elég volt. Addig ez az esélyed nincsen meg edibülnél, mert hogyha megeszed azt a 200 mg-ot, akkor az föl is fog szívódni, és hogyha... Ha lehet, hogy neked az 50 is elég lett volna, akkor a 200 az le fog gyilkolni úgy, hogy lehet, hogy egy ideig nem fog meg az eszedbe se jutni, hogy te kanabiszhoz nyúj. Viszont maximálisan, brutálisan túl lehet adagolni, tehát az átmeneti nehézsége kell, hogyha az ember túljut. Hányás, mozdulatlanság, az alkoholtól is tudod milyen, amikor meg nem mozduljak, mert behányok. Ugyanez jön a kanabisznál is. Ez át fog menni egy alvásba, aztán másra föl kell szúcs, hogy hú, de jó. És ezt most tényleg, hogyha fél kiló kanabisz szívnál el egy cigibe, sem tudsz meghalni. Azt hiszem,
ugye vannak ezek a halálos dózis viszonyított értéke. Kanabisznál, hogyha jól tudom, ez 680 kg per negyed órára van meghatározva. És ott is inkább már az oxigénhiány lenne az. Tehát, hogy kivitelezhetetlen, tehát, hogy ilyen nincs. Hát nagyjából nem lehet. Úgyhogy, ha valaki csak simán rosszul van, de ezt is mondtam, hogy a CBD van nálatok, akkor a THC-nek a kellemetlen hatásait azzal nagyon rövid idő alatt tudjátok ellensúlyozni, akár a rosszul létet, akár a pánikot is tudjátok nagy mértékben csökkenteni. Ha valaki először próbálná meg a kanabiszt, akkor mindenképpen legyen nála, vagy a környezetében valakinél, ugyanis nem veszélytelen a kanabisz, ezt el kell, hogy mondjam. Én is fogom még százszor. Ez így van. Mindegy, hogy THC vagy CBD, és arra is szól, ami alkoholosat, annak van valami hatása. Hát ez nem mindegy, amúgy, amit írtál, ez egyáltalán nem mindegy, hogy THC vagy CBD. Nem hiszem, hogy most egy üvegsörrel nem lesznek olyan nagy problémáid. Ez nem. Mindenkinél más. THC-be senki nem halt bele még soha, és nem is fog. Most a tavalyi évben megtörtént az első olyan kanabiszhoz köthető haláleset, ami, azt nem tudom, egy melyik amerikai cégnél történt. A hasis, ugye az a kívből, a pollenből készül. Hát ez a pollen, ez ugye maga a trihóma, ugye magának a növénynek, a gyantamirigyeinek a végződése. Ez így egy finom por. És az illető egy ilyen üzembe dolgozott, ahol ezzel a pollennel dolgoztak, és sose vette fel a maszkot, úgyhogy belement úgy a tüdejébe, hogy ödémát kapott, és... De ez sem kanabiszfogyasztás miatt volt, igen. Hanem ez körülbelül olyan, mint hogyha intravénásan be akarnám lőni magamnak a kanabiszt, az is egybe kapufa lenne, mert a szívembe vagy valahol megállna, azt a csókolom. Tehát, hogy ez, de magában a THC felhasználásban nem halt még bele soha senki, és nem is fog. Ebben olyan biztos vagyok, mint ahogy itt ülünk. Ilyen hülyeségeket ne kérdezzünk, mert egy biofű, vagy ez lehet, hogy tényleg csak buta, és nem tudja, de annak semmi köze nincsen a fűhöz. Azt tudjuk, hogy kik árulják meg, hogy hol. Ki az a Herbie? Na, az meg ő most... Van, de most már többször álltam a izéjükbe. Ki az a Herbie? Ezt nem tudom, hogy magyarázzam el. Na most sem muszáj megkérdezzem, mert most... Egy alkoholista youtuber. Hadd nézzem meg. Ez kell. Ezt kérted, igen. 14 éves kora óta iszik minden nap. És... Azt ugyanazt csinálja minden, csak piával. De te ismered őt személyesen? Személyesen szerencsére nem. Hogy a mit kell csinálni, hogy ide jöjjön közös streamre? Szerintem ide nem fog jönni. Hát akkor oda megyünk, mi ezen nem múlik. Ő minden nap tölt föl, legalább, hogy mutassam, legalább 4 videót föltölt minden nap, ha nem többet. De ő ebből él? Hát, kódul az interneten, inkább kódulásnak hívnám ezt, mint videózásnak. Én megfizetem, csak tudod, hogy csinálnék egy be lehetne ilyen... mutatni rajta, hogy az alkoholnak milyen káros hatásai vannak, az biztos, mert egy értelmes szava nincs az embernek, olyan hülyeségeket tud mondani. Mutassál valamit. Hát, több mint egy évtizednyi videót kéne neked megmutatnom, hogy tudjad, hogy mi az embernek a története. De hát ő úgy kezdte, hogy vlogolt régen, gyerekek is nézték, sokan most már szerencsére alig nézik. Most jelenleg ő egy szektát épít. Mit? Szektát. De ő ezt nem tudja, hogy szektát épít, ő ezt tudaton kívül csinálja, de mi tudjuk, hogy szektát épít, mert látjuk. Vannak rajongói, akik mindenben igazat adnak neki. Bármit mond, hogyha azt mondja, hogy én halljak meg, akkor ők azok azt mondják, hogy halljak meg. És jelenleg a szektájából az egyik csajhoz oda költözött, és együtt vannak. Ez a csaj amúgy tolószékes, már a tolószékességéből is, a betegségéből is viccet csinált már az ember. Egész nap iszik, úgy kezdi a napot, hogy megiszik egy 2 deci vodkát, és akkor utána nyomja a kamerába a vlogot, és akkor 30 percig beszél egy videóba, utána egy órán keresztül beszél egy videóba. Napjának a 10, azt megnyitom. Háború. Ja? Jajaj. Gender. A reklámok. Ez a dollár baloldal. Azt a rohadt. 100 millió forint érkezett az Egyesült Államokból. Megvették őket kilóra. Igen, ezt az egy másodpercet bevágták a Márkizajból. Édes Istenem, miért vannak reklámok amúgy? Én meg nem tudok tolni kanabiszos reklámot, mert letiltanak állandóan. Hát igen, na ez fiel, itt az emberünk 44 éves. Gyerekeket szerencsére nem hagyott maga után, valószínűleg nem is fog, mivel a sok alkohol miatt már nem hiszem, hogy működne a dolog. Csak a mikrofonja szar, tudom, hangosítsátok fel a készüléketeket. Rendet rakok, most már nem viccelődök. Kijöltem magamat, itt például... Tegnap vettem 2 sajtos tangit, hogy tegnapra jó lesz. Egy mindig itt van.
Lelassulózott a pupilla is valamit. Ja, és amúgy erőszeretettel csinálja azt az utcán, hogyha egy hölgy elmegy mellette, vagy a boltba, vagy valami, akkor levideózza a seggüket. Fiatalkorúakat is nagyon szívesen. Ez nem illegális? De. Gyakorlatilag meg fasz se tudja. Most de eléggé képben van, azt hittem rosszabb lesz. Hát itt a beszéd az még megvan neki, tehát tud beszélni, de itt most lehet, hogy pont képben van. De hidd el, hogy nagyon-nagyon sok videóm van róla, de legalább 5 szerintem, amiben reagálok ezekre. Tényleg olyan dolgokat mondott, hogy... Ja, Herbi, most már bocs, muszáj volt rákérdezni, muszáj. Mert most annyiszor láttam, hogy... A rajongója volt a Balatonon, és küldte a videókat a rajongója a 14 éves lányok seggéről, és kirakta Herbi. Hogy vicca küldte Balatonról, nézzétek. Meg ő azt mondta, hogy ő ezeket azért csinálja, ezt megmagyarázta konkrétan, mert ugye volt egy olyan videója is, egy livestreamje, ahol kocsmában egy 14 éves kislányt leítatott, ott is levideózták, többször bement mögé, a kislány mondta is, hogy ne, és utána mondta, hogy én vagyok a beteg, amiért ezt mondom, hogy ő film meg ilyenek, meg az a beteg, aki ezeket nézi, meg izé, de utána meg azt mondta, hogy ezt amúgy azoknak csinálja, hogyha mondjuk van egy 60 éves bácsi, aki magányos, otthon, és nézi az ő videóit, akkor ne érezze magát egyedül. Na, aki ilyeneket mond, az, na most már érted, most már te sem úgy látod, hogy képben van, nem? Társadalmilag semmi haszna nincs annak, amit csinál, úgyhogy az én olvasatomban fölöslegesen éli az életét, úgyhogy... Ezzel le is zárhatjuk szerintem a streamet. Nem én mondtam. Na hát köszönöm, hogy itt lehettem. Remélem, hogy lesz még folytatás, meg belejövök majd én is abba, hogy itt hova kell nézni, meg mit kell csinálni. Adj neki mörcsöt. Amúgy én kaptam mörcsöt, de nem tudok adni neki sajnos, mert csak egy van. Mit? Ja, hopp. Meg tőled kaptam, azt megmutassuk? Megmutathatod. Ott van, a fűdejós mörcs. Ilyet amúgy ők nem tudnak venni, ugye? Nem. Egyelőre nem. Divatot se akarok csinálni belőle, meg ráadásul már mondom őszintén, hogy valamelyik kanabiszfogyasztó esetleg venne egy ilyen pulcsit, aztán betépve hazafele sétál, aztán meglátja a rendőr, hogy fűdejós pulcsiba van, vagy valamilyen kanabiszos izébe, aztán megállítja, kipakoltatja, elviszik, ne az legyen utána, hogy hülye fűdejós pulcsi, tehát hogy az esélyt csak akarom annak megadni, hogy megmondom, hogy nem divatot akarok csinálni, meg nem eladni akarok. Biztos, hogy lesz majd, biztos, hogy fogtok tudni venni, de most már ez a negyedik éve, hogy ezt a fűdejós pulcsit hagyják rajtam, amúgy nagyon sokan, de majd ha eljön az ideje. Jó van, oké. De itt ezen a Twitch-en itt csak játszogatnak emberek leginkább? Sokan igen, ja. Nekem ez nagyon kínai. Sokan játszogatnak. Meg megy közben ilyen észosztás, amit most csináltunk? Vagy az észosztás is megy. Az ritkább az észosztás. Akkor viszlát, nem rejtelek senkit, nem találtam senkit, ami most ilyen nagyon érdemes kontent lenne, hogy így ketten beleideljük. Köszi, hogy jöttél, köszi, hogy nyomtuk. Majd még nyomunk ilyet. Én köszönöm a megkívást. Ennyi. Alap. Császtok! Sziasztok! Jó hétvégét mindenkinek! Minden jót! Majd még leszünk. Csőztök. Lesz még ilyen mindenképpen. Kövessétek be Józsit, kövessétek be engem. Igen. És vegyetek mörcsöt. Szóval... Ja. Császtok!